Szép jó estét! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Goodbye vagyok, már is egy World of Tanks-os live-val készültünk itt most nektek. Megfogyva vár, de törve nem? Hát igen, szép jó estét mindenkinek, marsolnék. Volt egy kis technikai problémánk, nem is pici a net, úgy gondolt, hogy ő nem megy tovább, és... De megoldottuk. És most itt vagyunk, és gőzelevel streamelünk, és üdvözöljük a Votinfo TV kedves nézőit, és nagyon szépen köszönjük a türelmüket, illetve a megtisztelő figyelmüket. Most nagyon király lesz ez az adás, úgyhogy készüljétek. Én olvastam közben a csetet, mert annyi netünk volt, csak adást nem tudtunk. Nagyon jókat írtad, aki nagyon jókat szórakoztam. De mondjuk elkezdünk mindent a pályaelemzés előtt. Én nem voltam szombaton a pléten, mert betegen feküdtem otthon, viszont te voltál, úgy tudom, és hogy érezted magadat, milyen volt, mennyien voltak, milyen benyomásaid voltak, és hasonló. Nekem nagyon tetszett az egész rendezvény. Hogy is mondjam neked? Most így nagyon sok gondolatot, nagyon sok gondolat jutott egyszerre eszembe, úgyhogy egy picit. Pedig volt 50 percet elékeni. Felkészülni. Mondjuk akkor azért csináltuk inkább az internetet, gyógyítgattuk ilyen kézrátétellel, meg húzkodtuk, meg indítottuk újra, így, meg ilyesmit. Rátettem a kezemet a monitorra, és mondtam, hogy működj. Szóval akkor a play it milyen volt? Egészen érdekes, egy picit ilyen, hogy mondjam nektek, kevesebb ember volt az első napon. Ugye most ez két napos volt, és nem egy napos, úgyhogy nekem ez így egy nagy pozitívum volt. A tavalyi az borzasztóan zsúfolt volt, illetve rengeteg ember volt ott egy helyen. Sajnos a Wargaming nem tette tiszteletét a kamionnal, azt hiszem, hogy most valahová máshova mentek, úgyhogy nem tudtak eljönni. Te egy kamion van csak. Igen, nem, több kamion van, azt hiszem. De itt, a közelben. A lengyeleknek van kamionjuk, meg talán még a fő csapatnak, hogy van, az nem tudom. Úgy tudom, hogy kettő van, de mindegy, ezzel most nem nyitunk vitát. Úgyhogy sajnos a Wargaming most nem tudott megjelenni, viszont voltunk itt a Votinfo TV-vel, és volt egy kis standunk, úgyhogy ki lehetett próbálni a Votot, illetve lehetett játszani velem is, hogyha valaki akart meg fényképezkedni, meg... Autogram volt? Volt. És akkor Goodbye csomagató is. Volt az is. És amúgy még mindig nincsen gumicukor, csak úgy jelzem. Itt az asztalom. Mars szokott kioktatni arról, hogy ne járjak Mekibe, és megállás nélkül gumicokat eszik. Ja, igen. Nem, úgy nem igaz, csak... Igen, kettős. De várj, a Mekibe, tehát én már elmondani ki ezerszer, hogy szokjon el a Mekiről, meg minden ilyenről. Erre azt mondta, nincs enned, akkor ő elmenne a Mekibe benni, és azt mondom, hogy nem. Tehát a Mekibe nem ennyi lenni, mellett van egy rendes hely, de mindegy. Szerintem, akkor tetszett a Play-t igazából, jó volt, azt mondtad. Jó volt, kellemes volt, igen. Nagyon sok érdekes program volt, amúgy rengetegféle játékot ki lehetett próbálni. Kint volt a Nintendo Switch, egy csomó játék, a Switch ezt, ami kicsikért. Most fogtam kb. Életemben először azt a konzolt, mindig is kíváncsi voltam rá. Nem rossz, elmegy. És fotózni lehetne rajta már, ugye? Nem, hiszem sajnos. Hát a Nintendo-nak mindig ilyen sajátos elképzelése van a játékokról, tehát ők nem is előrefelé haladnak. Ők nem minél nagyobb, hogy mondják ezt, processzort, meg videókártyát akarnak a gépeikbe tenni, hanem inkább a játékokra koncentrálnak meg arra, hogy ilyen mobilis legyen az egész, és hordozható. Kint volt például a Forza 6 is, azt ki lehetett próbálni kormányon, meg PS4-en nagyon látványos voltam úgy. Csillagó bajnokság volt kint, cosplay verseny volt kint. Na és, jó volt? Legeltettem a szemeimet. Ja, volt egy-két csinosabb hölgy is. Próbáltam nem zaklatni őket, de hát nem sikerült. És utána bőtt. Volt egy streameltünk ott kint, és volt ott egy cosplayes hölgy velünk, és no, Ricsinek sikerült eléggé zavarba ejteni őt is, meg engem is, mert mondta, hogy én ilyen vagyok, ilyen szexuális ragadozó, vagy mondtad. De nem ezt mondta, de utalt rá. Értem. A képet láttam, hogy Nomax videózik, és hogy a lányjal is készült egy kép, már amikor ott áll, de csak ennyit. Na, úgy terveztük, hogy lesz Szent bemutató, lesz a normál map mindenféle kép, amit már láttok, és lesz majd a támadás védés, az egybázis az nagyon izgalmas szerintem. Kezdjük el. Do it. Kérdezik, hogy hogy vagyunk. Nagyon hogy jól vagy? Vagyunk. Nagyon jól vagyunk. Jól én meggyógyultam, azóta kimondottan jobb az életem, mint betegen. Én pedig nagyon készültem erre az adásra, és így nagyon csalódott voltam egy ideig, amíg azt hittük, hogy el fog maradni ez a dolog, de szerencse, hogy nem. Itt a LOL TV srácok jól fel vannak készülve egy internetügyileg. Van kettő óta. Hogy van két internet, úgyhogy... Na, odaadod nekem azt az egér billentyűzet kombót, vagy te szeretnéd irányítani? Irányítom, én te megmondjad, hogy mit jó. Szeretnél, de hogy jól menjek. Ugye ez egy normális map, ahová szeretnél. Oda mennék, ahova light-tal mennék egy normál csatába most. Nézzük meg, hogy Goodbad mit csinál rosszul.
Na, szóval nézzük. Alapvetően ez egy nagyon jó nyitott map, mm-hmm. viszonylag nyitott. Ez a sima rendes módja lesz, ugye két bázis van, egyiket meg kell védeni az egyik csapatnak, illetve meg kell támadni az ellenfél bázist és hasonlók. Ová megy most Goodbed, ugye az egy, hát egy rendes spotkört fog tolni, uh-huh. hogy itt nagyon fontos, hogy kinéztek, és megnézem így, hogy Goodbed jó lehet csinálni, vagy nem is, ha nem, akkor le tudom baszni, hála Istennek. De ugye nagyon óvatosan spotol, aztán menni, sokkal agresszívan is lehetne menni, és itt... Kiszoktam itt óvatosan kukucsálni. És Goodbed elkövette azt, hogy beállt, hogy az első láncgörgöt kirakta, és hogyha azt valaki meglövi, akkor ezért mondom, hogy hogy kéne valójában csinálni, mert ez nem... Ne vedd el a izémet. De nem bírodni, de rosszul csinálod. De nem csinálom rosszul. De hát nézd már meg, egy rendes klánban játszanál, akkor már meghaltál volna. De úgyis, rendes klánban meg nem tájpottan egyekkel játszanak. Jó, de inkább ez... Na. Tehát megy ez az ember, ez a jó madár. Igazából igen, becsettel is lehetne csinálni, vagy bármilyen más tankkal. Célszerű már, simán fordíthatsz egy ilyet. És itt menni a határon. És tényleg elég, ha csak a tornyugat teszed ki, és nem kell az első görgöt, így ahogy megcsinálta rengeteg ember, akkor el lehet lőni a görgöt, és ellövi valaki, akkor ide trekkelődsz és meghalsz. Hanem tényleg picikét lejjebb, és tényleg csak a tornyot hegye látszódjon ki, ugye pont az a pont, ahol már tudsz spotolni, és így sosem fogsz kapni trekket, amikor spotolsz. Ez egy tipikus, eddig jó, ennyit akartam csak mutatni, mehetsz tovább. Itt az egered, meg köszönöm. A billentyűzetet. Szóval a spotot azt így csináljátok, hogyha ezt a részt akarjátok felspotolni. Ezen a részen az egész A és B, BC részt, hát inkább az A, B részt lehet látni. Uh-huh. Van egy még egy agresszívebb egy... spot rész. Igen, ez egy nagyon... Valamikor? Melyiket? Ugye megtudjuk. Mondjuk ez normál csatában annyira nem jellemző, de fel lehet jönni akár ide is erre a részre, és innen lehet spottolni azokat, akik esetleg el akarnak menni erre felé. Igen. Ez a fát ne döntsétek ki. Tehát ilyen apróságokra most tényleg azért mondom, hogy ilyenekre figyeljünk. Én izgulok amúgy. Igen, igen. Ő izgul. Izgul, mert végre kamera előtt van, és ezt várta. Hát láttátok, ezt várta egész nap. Igen. Igen. Hogy a Mekibe egyen, mert az is van egy. Na, viccet félretélve. A legelső spot, amit az egeret is nem mennyi se vagy, a kontrollt nyomhatod közben. Tehát a legelső spot, amikor itt jöttünk végig, uh-huh. hát nagyon jó, mert ezt a részt meg lehet mutatni, sőt, ezt a középső részt is látjuk. Ez egy tényleg egy kezdő taktika. Szerintem úgy kell csinálni, hogy én mutattam, a görgő ne látszódjon ki, nem fognak titeket letrekkelni, és hasonló. Ugye utána mutatta Goodbed, hogy ezt a részt ki lehet nézni. Ez tényleg egy jó taktika, mert ezt a részt lehet látni, viszont hozzá kell tenni, hogy itt, ha kispotol egy középső lehet, mert az ellenfél általában ugye itt szokott jönni végig, és itt majd eltűnik valahol, akkor itt az itt felálló TD-k szarra lövik ezt a részt, tehát ez nem annyira kellemes. Ennek van egy mérsékeltebb, most már engedel a komutat, egy mérsékeltebb változata. Vagy ezt én támadásvédésnél akartam bemutatni, de igazából itt ma is teljesen jó. Ma soha ez. Várjatok, most a billentyűzet fő kéne hozzá emelni, de nagyon messze van, de ez a billentyűzet. Köszönöm, annyira jó. Én ezt nem adom az arcomat. Jó, kösz. Na, szóval amikor elindultak a bázisról, akkor ezt a CB-n taktikán is szokták csinálni, még mindig. Ugye elindulnak középen, és itt most már fel lehet nagyon gyönyörűen nézni, és ezen részen ki lehet kis dugni a kis tornyunkat. Uh-huh. És itt ezt a részt is látjátok, olyan most célzok, tehát ezen a részen, itt a GHJ részt lehet felszpotolni, illetve ha tovább mentek, akkor látjátok ugyanúgy a közepét, ugyanúgy, mint ezt a részt, mintha itt jönnétek, csak nem lehet titeket ellőni. Ennek a helynek annyi nagyon nagy problémája van, hogy ezt a részt be lehet lőni innen, illetve erről a részről kattingatok a térképen, és akkor meg lehet titeket szedni. Röviden tömören ti is sok mindenkire látok, de ők is visszalátnak rátok. Igen, általában ha ti láttok valakit, akkor ő is lát titeket, ez egy alapszabály. Már működik az, mint pár éves korotokban, hogyha én nem látlak téged, akkor te sem látsz engem. De ez a veszély, amit elmondtam, ez az agresszív spotolásnál, hogy be tudna tireket onnan lőni. Ez általában a CV-n jellemző, hiszen ott erre készülnek a játékosok, randomban szerintem bármikor alkalmazható. Uh-huh. Viszont nézzetek ki a alattatok lévő FGH, nyomj egy kontroll közben, erre a részre, mert ne legyen az, hogy kinéztek, jaj, nincs senki, jaj, itt van mögöttem mindenki. Tehát ez a kezdőszpotolás szerintem erről a bázisról teljes mértékben megmutattuk. Uh-huh.
Megnézzük a másik oldalt is szisztematikusan. Itt sőt, még a déli részt, az éjszakit. Könnyűtalanokoknak eléggé kézre áll ez a pálya, tehát sok olyan hely van, amit ki lehet használni, és sok olyan hely van, amit jól ki lehet használni spot szempontjából. Ez a pályán baromi jó esetleg, hogyha két light-tal játszotok, és mondjuk van egy tüzérség veletek egy szakaszban, akkor aztán piszkos húlyomat csak lehet itt játszani. Kaptunk egy F5-ben a igen, proxyból spotolnak. Tehát, igen, ez nagyon agresszív ez a hely. És a legelején kell megcsinálni, nem folyamatosan. Ja igen, az az fontos, hogy na, játék végén. Szóval amit itt fogok mutatni, ez nagyon agresszív hely. A randomban is, illetve bármilyen SH vagy C vagy bármilyen kompetitív jellegű játékban. Ugye viszont itt ezt a részt teljes mértékben akár egészen odáig fel lehet deríteni, hogyha megfigyelitek. Cserében viszont a szigetről szarrá lőnek bármikor, hogyha itt észrevesznek. Igen, tehát tényleg ezt a legalén el lehet játszani ezeket a helyeket, hogy és visszajönni lehet, nagyon és nehéz. Vissza is kell jönni. Visszajönni nagyon nehéz innen. Hát a jó spotter az, hogy nem jolóba tolja, hanem vissza is fog jönni élve, mm-hmm. és spotolt is mellé. Ha nem lőtték meg a társak, akkor legalább már tudjuk, hogy ki merre megy és hány méter. Mm-hmm. Most nagyjából szerintem ennyit a spottolásról és a... A másik oldalról megnézhetjük ugyanúgy a... Jó, az alapot, már el lett mondva nagyjából. Közé... Játékhang? Jól hallom, hogy nincsen. Uh-huh. Hm. Az csak zavaró. Ja, zavaró. A mi hangunk kell ide, pedig beállítottam. Ha izével lesz a baj, ki kell altaboznom, ezért majd nem baj, levegyük, vagy leelemezzük ezt a játékot, aztán majd kialtabozok. És nem olyan gázos a... Játék hang hiánya. Vagy... Szóval váltani kell. Nem? Nem jó? De teljesen jó. De ez nem tudom, hogy ez most dízel legyen, vegyes tüzelésű, vagy benzin. Vegyes tüzelésű. Sok tankolja volt a második világháborúban. T-34-esek. Na szóval, ez a rész. Melyiket? Akkor legyen ugyanolyan sorrendben, mint hogy az előbb volt. Igen. Lehet ezt a nagyon szép középső agresszívat tolni, amit tehát az elején mondtunk. Tehát itt van a spawn, és elindulunk erre felé, innen föntről le. Igen, ennek a fő hátránya az, hogy általában itt csak a light-okat fogjuk felfedezni, ők uh-huh. is ránk látnak, és ugyanúgy a TD-k, vagy bármi más, aki el akar lőni minket, például a médiumok, akik felnéznek oda az F7-be, az, akit el fognak minket lőni, ez nem annyira kellemes ez a hely, nem tudom, hogy szokták-e még alkalmazni, én nem alkalmaznám, de az teljes mértékben más kérdés. Itt ugyanazt meg lehet csinálni, amit az előbb. Itt pedig van egy érdekes hely, hogy nem tudom, de szoktál-e innen játszani, mert hogyha innen spottolsz, akkor jó esélyvel feldőítesz egy TD-t, aki valahol erre felé mászkál, illetve nehéz tankok szoktak még itt elvonulni, és igen. oldalba lehet őket ez lőni. Igaz. Viszont baromi agresszív ez a hely, és előszeretettel kapkodnak ki mind a TD-k, mint pedig a bázison kempelő nehéz tankok. Agresszív fej, és előszerete meg is halnak itt a spottolók. Azt mondjuk, hogy meg lehet csinálni azt a középspotot agresszívan, mint a uh-huh. elkezdted, és annak van a gödörös változata, ahol ugyanúgy föl lehet nézni, hiszen ott mind a két oldalról föl lehet menni. Nagyjából egymást fogjátok amúgy spotolni, meg a többi tankot is. Uh-huh. Tehát van ez a rész, ahol ki lehet nézni, ezt szoktam inkább alkalmazni, mert bármivel van itt, jobbra le tudok azonnal csúszni, és még minden uh-huh. probléma nélkül. És vagy... hol szoktál spotolni amúgy? Hát vagy igen, a szikla baloldalát szeretem választani. Kb. Ide, és már találok is vissza, uh-huh. tehát hogy itt tényleg csak egy kinézés, és már jövök vissza. Uh-huh. Meg az emeletelnél itt ugye meg tudnak lőni a majdnem a bázisukról, ami nagyon kellemetlen, és ugyanúgy el lehet menni itt az egyes oszlopba, mindenki sortban pedig az egy oszlop, az egyes oszlopba, és felszpotolni ezt a részt. Ezt a boostot ismered, ezt a hegyet? Igen, de most ez nem érdekes. Nem annyira fontos, jó. Hát ezt tévén lehet értelme, de amúgy nagyon nem hiszem, hogy van. Randomban nem igazán, főleg, hogy nem sokszor van, aki feltolod a tényleg. Igen, ez nézem a csetet. Nézd a csetet nyugodtan, beszélek addig. Tehát ugyanazt a pozíciót be lehet játszani tükrözve, de mondjuk itt nem muszáj előrébb menni, mert előszeretett elővel ezek meg, de itt is simán lehet spotolni az ellenséges nehéz tankokat, illetve itt sokszor van lehetőség előre a nyomulásra, mert ez baromira kedvező ez a hely erről az oldalról. Tehát akik a piros bázisról kezdenek, azoknak ez a hely baromira jó előnyomulás szempontjából, mert ezeket a kis dűnéket nehéz innen belőni. Én rendszeresen lövöldöztem el az olyan tagot, amik bementek ide egészen középre, és jó ágyis védéssel simán szét lehet itt lövöldözni az ellenséges tankokat. Azt meg kell hagyni, hogy ugye ez egy nagyon nyílt map, és olyan sok domb van rajta, de nem olyan
meredekek, uh-huh. ezért a sokáig egy helyen nem lehet lenni, hogyha van arti, egyszerűen belül majdnem bárhova, uh-huh. és ebben azért foglalkozni kell, tehát nem lehet az, hogy most én elszpotolgatok, nem, itt nem fogunk elszpotolgatni, itt sajnos menni kell fontosan aktívan, és most a TD-kre is igaz, a heavy-kre is igaz, hogy menni kell, egyszerűen nem tudsz így tornyozgatni, mert az arti akkor kivesz, nagyon nyílt hozzá. Kihaltam azok gyorsan, hogy csinálok azt hangot. Látom. Csinálj hangot. De amúgy volt hangom, hát tudom játék hangot. És ez volt az, ami nekünk kell alapértelmezett eszközként. Ez lehet, hogy még hangos. És olyan varázsló vagyok. Akkor lejjebb veszünk a izéből a játékhangból. Most milyen? Hát nem jobb. Jobb? Oké. Okay. Van játékhang, van játékhang. Ezt a pozíciót milyen tankokkal szoktad bejátszani, ahol most megyek? Mindjárt meg tudom, hogy hova akarsz menni, felfele. Uh-huh. Szerintem az esetek 95%-án ezt a pozíciót nem látom. Akkor megyek itt, hogyha nagyon nagy baj van és nincs ötletem. De uh-huh. akkor is van, mert akkor kitaláltam ezt. Tehát olyan nincs, hogy nincs ötlet. Uh-huh. Ötlet mindig van, csak nem mindig jó az ötlet. Két különböző dolog. Közepes tankokkal néha szoktam játszani ezt a pozíciót, mert nem rossz amúgy. Főleg, ha van egy kis tanulmi páncéja az embernek. 62-tel szeretek itt kinézelődni. És itt le lehet várni, hogyha az ellenség. Igen, lehet itt is szórakozni, én nem szeretem ezt a pozíciót. Illetve van itt szintén egy agresszívabb hely, ez innen pedig be lehet lőni konkrétan az összes dűnét, ami itt van. Értelemszerűen visszalátnak látok az ellenséges tankok. Igen. Maradhatsz itt is meg igazából, menj tovább, egyenesen is ugorj be majd, ahol spotoltál legelőször. Ugye egy sima mérkőzésen nagyon sok heavyt látunk ezen a részen bunyózni, sőt itt kell nagyis be balra. Tehát nagyon sok heavyt látunk itt bunyózni, jól lehet tornyozni mind a kettő oldalt, vannak olyan pontok, ahol lehet, ami nagyon-nagyon sokszor ezt a spot helyet szoktad használni? Nem. Én sem amúgy. Én annyira a mapnak a déli részét szoktam játszani, és az északi részét akkor, hogyha nagyon kell, de én sokkal jobban szeretem a támadásvédést, szerintem a támadásvédésbe lesz igazán jó ez a map. Uh-huh, tehát uh-huh. Ott sokkal jobban lehet szerintem érvényesülni spotterrel, meddel, mindenféleképpen és heavyvel is akár. Jobban szeretem. A régebben ezen a pályán jellemző volt az, hogy a heavy tankok eljöttek erre igen. felé, manapság pedig már csak egy-két kósza játékos. Ennek az oka, hogyha itt megállsz, az oka ennek, hogy az kontroll is, ezt is, ez is. Tehát ugye elmegyünk ide és tornyoznak ezek a szép heavyk, és ezeket itt, tegyük fel, hogy megnyerik, és minden tök jó. Ahhoz, hogy itt átmenjek, az azért kellemetlen, mert az itt lévő TD-k ezt a részt bármikor, bármeddig, amíg átjutsz, és annyi HP-t el lehet bukni, amíg itt áthaladsz, hogy egyszerűen nem éri meg most már átmenni. Vannak ilyen mapok, amikor megnyered egy oldalt, és utána vissza kell menned, és nem azon a hídon kell átmenned, mert hogy átmész, akkor az a csapat nyert. Tehát... Ezt lehet, hogy meg lehet nyerni, de akkor inkább már itt kell átmenni, hogy ezt a részt ne lehessen szétlőni onnan, ahol mutattam, hogy erre a részről beszélünk, és így lehet tovább menni, de a legtöbb heavy most már vagy bemegy ide a dőngő, vagy pedig megyünk itt szépen. Igen, az a két legnagyobb pozíció. Sorom, és akkor itt szépen valahogyan megoldjuk, és itt már sokkal könnyebben át lehet jutni ezt a távolságot leküzdeni, mint itt és itt szétlevetni magunkat. Médiummal amúgy hasonlóan lehet menni, mint... Hát, ebben a kis light-tal hozzá kell tenni. Odaadom azért a billentyűzetet, gyere nyugodtan. Sokkal egyszerűbb lesz, kösz. Tehát sokkal egyszerűbb lesz így most irányítani. Örülök neki. Hozzá kell tenni, hogy milyen térben játszunk, azért tízes médiumokkal szoktunk át. Hogy... Az nem hallatszik bele. Nem hallatszik? Nem. Csak nekem volt olyan hangos. Szerintem bele, ha hallattátok, hogy kinyitottak, azt jelezzétek, csináltam, hogy lebaszhasson. Igazából, de csak azért adod a billentyűzetet, hogy addig az ki tud nyitni. Tudtam én. Mindennek oka van. Okokozat. Hát igen. Na, tegyük, hogy tovább jutottunk. Ezt a részen is szinte, nem tudom. Át lehet menni, de én mindig azt mondom, hogy a déli rész kéne megnyerni, hogy a fémet idézem, éjszakon, aki támad, annak nincs értelme, és azért mindig délen kell támadni. Van-e... Ezt mondták. Fémesek. Még régen. Akkor már ez a pálya volt, mert ez a fajta szent, nem a régebbi szent, hanem ez a szent. Az a gondolkozok, hogy... Kibontott sört. Ugye, hogy hallatszódott? Nem sört bontott, hanem egy... Energiaitalt. Ami koffein,
És taurinmentes. És igazából a gyerek energiát adta ki, amit a Morfeló bajnokságon én ittam. Uh-huh. A gyereket. Már hogy az, hogy az íze miatt iszza az ember állítólag. Hát, ja, biztos. Itt heavy-s részen szeretnél bármit, vagy médiumos részen mutatni? Aha, a heavy-ket akartam bemutatni, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, fiúk, lányok, ha jöttök erre a bázisról lefelé. Azt mondják, lefelé, hogy behallatszódott. Hát. Mondtam. Ilyen ez a pop szakma. Elbasztam. Lehet túl közel volt a füles, ez aztán lehet hallani. Nyitva, dúl sem a cseted. Szóval, hogyha errefele jöttök a heavy tankokkal, vagy esetleg láttam itt közepes tankokat is amúgy, akik itt próbálkoztak azzal résszel, amit te mutattál az előbb. Szóval nagyon kell arra figyelni, hogyha kinéztek erre az oldalra, illetve ugyanez Pepitában igaz a másik oldalra is. Itt előszeretettel lövöldöznek be a páncélvadászok erre a részről, meg azt hiszem talán innen is rátok látnak. És ha még kijebb mentek, akkor még több páncélvadász elé ki lehet menni, ugyanis ott van az ellenséges bázis, hogyha figyelitek, és a rengeteg szállnak fel ide TD-k. Tehát érdemes elkerülni azt, hogy nagyon agresszívak vagyunk a játék elején. Tehát érdemes megvárni azt, amíg az ellenség kitámad esetlegesen, mert akkor viszont a mi páncélvadászaink tudnak benneteket fedezni onnan fentről. Mármint, hogyha vannak természetesen, illetve a tüzérség is előszeretettel lő erre a részre. Tehát csak nagyon óvatosan. Amúgy annyira szépen fogalmazódott meg azt, hogy egy nyomvat egykezű, aki nem tudom éppen mit csinál, csak nyomogat egy gombot, az, hogy tüzérség. Ez túl szép és költői. Tüzérség. Ütegnek hívtam őket, aztán kijavítottak. Az még szebb. Tehát, hogy nem, valami csúnyán találjunk már ki, mert az arti... Tüzérek. Nyomvat egykezű, ahogy Mike, vagy Mike-ot idézem, vagy valami. Tüzérek. Mi bajod van velük? Kell nekik, valaki kifejtett nekem részletesen, hogy miért jó az arti, kell pályaismeret, kell tankismeret. Nem, amúgy nem az artival van bajom, tehát hogy ha megnézek egy CV-t vagy egy SH-t, vagy bármilyen nem randomot, igenis szükség van artira, hogy a betonkempeket elkerülhessük és a sodókat. Viszont ez a fajta mostani arti rendszer, ez esküszöm rosszabb, mint a régi. Én szeretném visszahozni a régi artikat, amíg igen, oda szar vágtak. Volt a régi, úgy, utána, de nem, nem volt, nem. Tök jó lett egy lövésből kilőttek. De tök jó lett volna a régi, hogyha nem három van egy oldalon, meg nem kettő, hanem egy. 2005-öt húzott egyszer az elszállásomba egy konk GC. Ez van. De nem tudom, én lehet egyedül vagyok a véleményem, de egy arti. Egy arti egy csatában az. És a régi rendszem ez a kábít össze meg vissza, hát tudod mit kábítson. De tudod használni a fogyócikkeidet többször is, tehát. Jó, ez jogos. Le tudod venni azt a kábítást. Óvatosan kell játszani, meg ugyanis jól kell pozícionálni. Igen, meg így döntenek mindent, hogy mindenki lássa. Igen, igen. Ezt akartam még mondani, hogy ez is egy fontos dolog ezen a pályán, hogy esetleg aki ezt a közepet akarja bejátszani, vagy legalábbis ezt a városnak tűnő dolgot, az mindenféleképpen számítson arra, hogy ez az összes ház itt rombolható. Ja, igen. Tehát, hogyha ide akartok fedezékbe bújni, akkor az nem túl jó ötlet, vagy eleinte nem túl jó ötlet. Viszont láttam én már olyat, hogy valaki itt úgy elbújt, hogy nem találtuk egész játék alatt, aztán csodálkoztam, hogy itt van bent a vizek. Azt akartadok a monitort. Nem volt kidőnt vázi, szépen beslisszolt középen, és ott elbújt, aztán nem találtuk sehol sem. Nem is tudom, mikor volt ez már néhány éve, talán még egy nagyosabban. Szóval a heavy-ket megmutattad, megmutattam. TD-ket, meg az artikat meg elmondjuk, hogy hova szoktak elni, és honnan szeretnek. Belül, én nem artizok, szóval ebbe a kérdésre azt mondom, hogy honnan lőnek kb. Ugye, ugyanúgy szeretnek a bázis környéken állni, mondjuk attól függ, hogy milyen artiról van szó. Igazából az artitnek ez a pálya nem változott, vagy bármelyik artinak. Régen ez egy nagyon jó TD hely volt, most már nem tudom mennyi. Az STRV-nek még mindig jó tud lenni, mert ez a bokor neki elég, de mondjuk egy jackpancer ez az már nem annyira. Hát annak nem, az biztos. De egy STRV mindig el van ebben. Meg lövik random, tehát hogy igen, a közepes, meg a könnyű tankok is lövik, meg a tüzérség is lövi random, ezt a bokrot ugye ez érdemes vigyázni. Menjünk ez egy támadásvédésre, sokkal izgalmasabb. Támadásvédésben jó. Tehát még azért megmutatom, hogy hogy tudtak nagyjából a páncélvadászok belelátni a helyre. Ez elég fontos amúgy, akár egy izével is egy gyorsabb heavy tankkal. Most gondolkodok, hogy mi lehet egy gyorsabb heavy tank. Inkább közepes tankot rá be lehet játszani ezt a részt, mert szoktak elmenni itt könnyű tankok, és érdemes lehet őket meglövöldözni egy kicsikét. Illetve talán még ez az a pozíció, ahonnan hát lehet nagyjából counterözni azt a részt, nem igazán, ugyanis rengeteg olyan dűne van, ami mögött az ellenséges játékosok el tudnak bújni, illetve ki tudnak spottolni titeket, és akkor a csapattársai, mert az ellenséges csapattársai tudnak lövöldözni titeket, illetve az arti, az ami szintén sok borsot törhet még az orrotok alá. Igen.
Másik oldalról viszont egy picikét több lehetőség van 3D-zni, ezt még gyorsan mutatom, aztán pedig megyünk a támadási védekezés módban. Amúgy háromfajta játékmód játszható ezen a térképen, 1000x1000 méteres maga a map, hogyha esetleg valaki ilyen extra információkat akar róla hallani, ugye normál csatában lehet ezt játszani ebben a csataütközetben, illetve a támadási védekezés módban. A csataütközet abban fog eltérni a támadási védéstől, hogy hát ugyanúgy egy bázison, de azt nem kell már megvédeni senkinek, hanem az a bázis, az konkrétan még picikét mész, itt van. Igen, ahol most van a tank, az a bázis itt lesz. És azt mind a két csapat tudja foglalni. És mind a két csapat tudja foglalni, picikét tovább tart. Én azt hittem észre, hogy oda szélszre menül a bázis van, szerintem ezen a mappon is. Ahogy kulcspozíció tud lenni amúgy ez a felettünk lévő terasz, meg ez a déli rész, de a déli részben majdnem mindent meg lehet oldani. Uh-huh. Tehát az északi sokszor okafogyottá válik, de mondom, a támadásvédés szerintem az, ami sokkal izgalmasabbá teszi ezt a mappot. Uh-huh. Főleg a támadók szempontjából, mert védekezni sokszor könnyebb, mondjuk attól, hogy mivel. Hogy egy jackpáncer ezt nem röhögnék ezen a mappon, de egy estérbűben már el vagy. Ide lehet felállni egy páncélvadásszal, esetleg előni azt a részt, hogyha jön erre felé valaki. Illetve akár ide is felállhatok, mondjuk ez szintén nem valami jó, de ez valami szerintem arti szép, hogyha mondjuk attól függ, hogy honnan lő az arti, hogyha onnan, akkor nem arti szép, tehát mondjuk azt, hogy ilyen ez kis szódával elmegy ez a pozíció. Ez a részre pedig be lehet lőni az ellenséges nehéz tankot, hogyha éppen áttörni készülnek a bázisunk irányába. Ez lett egy jó opció. Úgy tudom, hogy ide is rendszeresen felállnak páncélvadászok, ugyanis erről a részről be lehet lőni igazából ezt a közepet. Mellette lévő. Mellette lévőről a is? A kis hegyre még szoktak azért néha. Oda? Aha. Ugye megnézzük akkor azt is. Aha, igen, ez egy nagyon jó térés pozíció, én is felálltam ide párszor. Hogyha az ellenség egy picikét is kijön, akkor bőven lehet innen büntetni. Főleg nagy átütő erejű páncélvadászokkal. Oda hogy lehet felmenni onnan középről a kráterből? A másikról. Igen, a másik oldalról. De mehetsz innen is, csak menj át. Szerintem itt nem megy föl. Nem itt. Jobbra. Jobbra. Aztán majd balra. Ki nem következetesen forduljon balra. Gerade. Ja, aha, balra. Itt. Geradeus? Nem tudok németül. Menj tovább. Nem tudok. Majd itt tartson balra. Pár méter múlva elérte az Udi célját. Szuper. Megérkeztünk. És akkor el a részről akár lehet a bázist is védeni, vagy visszalövni a bázist. Úgyhogy ha onnan jön valaki esetlegesen. Egy lövésre. Ja, itt. Meg az ágyus érdés, az látom, hogy elég húzós. Egyet lősz, és mindenki lát. Uh-huh. Tehát hozzá kell tenni, hogy ez az előző két helyen nagyon-nagyon jó egy lövésre. Egyet tudsz lőni, és utána világítasz, mint nem tudom, mint a nap. Karácsonyi felégők. Ha még meg vannak dugva a konnektorral, mert amúgy nem világítanak, ezt tegyük hozzá. Igazad van. Tudom. Mérnök vagyok. Na. Nagyjából ennyit erről a normál módról. Na Max, lépj addig te is ki, hogy menjünk tovább. Ja tényleg? Bocsi. Többül hallgatja az adást. Írjak neki? Hív föl őt telefonon. Ja, az négy. Jó, gyorsan. Szia, Ricsi. Írok neki. Lépett. Jó, akkor már nem írok neki. Amúgy... És akkor a gyakorlónkat szóba módosításra és átállítjuk támadásra. Mi támadjunk, vagy mi védekezzünk? Mindegy. Hulla mindegy, hogy melyiket csináljuk. Van a két bázisos is. Semmi. De most az annyira mindegy, hogy... Ja, legyen ez oké. Igen. Egy 10 perc... Az... 10 perc elég nem, neked? Nem elég. Akkor kapsz 30-at. Jó. Nézzük, mit tud ez a pálya támadás védekezésben, tiéd a billentyűzet. Ennyi, minden. Minden is. Na, támadás védekezésben járunk. És megnézzük össze light-tal és medium-mal. Most a light-ot és a medium-ot mossuk össze, már csak a tírek miatt is. Tier 10-en ugye a light-oknak érdekes oka fogyottak. Hogy ezt a szép bázis kell itt előttünk megvédeni, uh-huh. Ezt a zöldet, ami hát, ami mindig zöld. És akkor erről a két helyről lehet indulni, általában a médiumokat és light-okat, hát erre a része szokta dobni, de vannak heavy. A következő része egy olyan helyre fogok menni, ahol tök jól lehet spotolni, és bármilyen tornyos tankkal nagyon jól lehet alkotni. Hozzá kell tenni, hogy ha van arti, akkor ezek a kijelentések már nem teljesen igazak, mert még mindig lehet alkotni, és az artinak is. Ez kimondottan megnehezíti. Jaj,
Hát le lehetett volna menni szépen, és akkor nem borultok fel. Ott szépen le lehet jönni. De nem full gázon, picit el kell venni. Ide az elején fel tudtok rohanni, általában az Arctic és a TD-k már lesznek szűkülve, sőt, egy másik lehet is ide fog jönni, mert a terasz mindenféleképpen meg kell szerezni az ellenfélnek, hogy tudjon bármit is kezdeni. Ugye ez a részen ki lehet nézni, ezt a részt itt teljes mértékben be fogjátok látni, sőt, általában ezen részen még TD-k is fel fognak sorakozni, azt el is lehet lőni, de én alapvetően mindig a light-ot próbálom először kiszedni, hogy szemük ne legyen az ellenfélnek, ha azt megteszed, akkor nagyon sokat tesztek azért, hogy a csapat nyerhessen. Ez a pozíció nagyon-nagyon jó, viszont szét lehet lőni minden irányból, mindenfele látsz, tehát téged is látnak mindenhol. Ha ott messze megbújik egy TD, akkor az meg fog lőni, ide az arti bármikor belő, sőt lejjebb is be fog lőni, ez tényleg nagyon necces pozíció. Rendre felszoktak már erre a részre állni a TD-kat, amit most lövök, sőt, mutatom is, ez a részen most már állnak TD-k, amit innen bármikor szétlőnek. Ez jó, tehát ez egy tényleg egy veszélyes hely, veszélyes üzem. Sőt, ezen a részen általában az ellenfél el szokott ide menni, és itt bármikor de szét lehet azt minket lőni. Ott nagyon jól tudnak húlenozni. Igen, eltúlgatlan ez egy kulcspozíció, én mindig el szoktam ide menni, a legelső spotkaram az általában itt szokott lenni. Persze attól, hogyha megy ide valaki, akkor már nem szoktam. Erre a részre be lehet állni, ugyanaz igazán a többi, magasan állsz, ha bár itt lát egy bokor, vagy rejt téged egy bokor, de abban a pillanatban, hogy fog fogni egy light, itt mindig fog szargálni egy light, ki fogjátok egymást spotolni, ezért ez egy sokkal neccesebb szituáció. Bicikét lejjebb szoktam menni, hogy max proxyból tudjanak kispotolni, ezt light-tal lehet megjátszani, becsüttem már nem biztos menném, és azt a részt, hát egyet mindig lehet lőni, és utána, hogy lőttél, le is lehet menni, és egyből lesz egy kis takarásod, tehát ebben lehet játszani, hogy lősz, és lemész. Szeretném kihangsúlyozni, hogy arti, itt még ugyanúgy szét tud szedni, de tényleg itt a nincs arti nagyon jókat lehet játszani, ha van, akkor sokkal óvatosabban kell és el kell mozgolódni minden irányban. A másik pozíció, amit még általában a heavy-kkel szoktak megjátszani, amikkel lehet tornyozni, az pedig ez a pozíció lesz. Itt fontosan proxizva lesznek, vagy egyéb más finomságok folytán ki lesznek spotolva. Itt van egy nagyon-nagyon hát nagy problémát szoktam látni, hogy kimegy a tornyozós tankkal, és akkor letrekkelték, vagy szemből fogják szétütni az STRB-k, ami nem biztos, hogy ki fog spotolódni, vagy pedig, ha ott látjátok, a fák között el lehet látni, oda szoktak még felállni a bármilyen tank, és ezt a részt pont be lehet lőni, sőt még oda is szoktak, szóval erre pozícióra nagyon óvatosan kell figyelni. Itt az arti elől, hát részlegesen vagyunk csak védben, nem tudjuk, hogy hol áll az arti, ez mindig fontos, mert hát erről a részt, meg hogy milyen arti. Ha itt áll az arti, akkor itt nagyjából jók vagyunk, ha bár stunt így is fogunk kapni valószínűleg, de át szoktál sokszor állni ide, vagy erre a részre, és akkor tök mindegy. Tehát akkor ezt a részt bármikor szét fogják szedni. Hogyha mondjuk ketten-hárman vagytok itt, akkor az egy álom az ellenséges tüzérségnek. Alapvetően ez a rész nagyon jó. Amit meg kell akadályozni, hogy ahová most megyek, hogy ide bejussanak, mondjuk innen még bejutnak, akkor innen még át kell valahogyan menni, ami nem olyan egyszerű ám támadóként. Illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy ne lehessen megcsinálni semmilyen, általában light-ok és meg idiomok szokták meghúzni ezt, amit én is szeretek meghúzni, mert nagyon jól a csapat, az ellenfél csapat nagyon jól meg lehet zavarni, hogy ide szépen belógtok erre a részre. Ha már ide eljuttok, akkor már viszonylag jók vagytok. Itt tudjátok nagyjából a spoton tartani, ezt a részt ki kell takarítani, és innentől majdnem szabad rablás van. Ez a hely ugyanúgy jó lesz lőni ott a közepet, de azt hozzá kell tenni, hogy egy lövés se kávé, mert ahogy kiálltok, egyből látok, és hogy az ellenfél, hát ebben az esetben mondjuk a zöldek itt szoktak állni, és itt bármikor meg lehet titeket lőni, ezért lehet innen is lőni ezt a közepet, ugye ideig eljöttök. Hát az előbb láttad, hogy hol spotoltam, hogy ezt a részt, ahol most pingelem, bármikor szét lehet lőni. Tehát támadóként ezt a részt meg kell szerezni. Nem mondom, hogy innen tovább lehet menni, mert itt még nem tudtok tovább menni. Egyszerűen, hogyha ki akartok menni erre a részre, ez annyira nyílt és egyenes, hogy nem lehet tovább menni. Tehát óvatosan kell, inkább a gödröt kell majd megnyerni. Hát van ez a része a mapnak, ami itt nagyon jól lehet védeni és jól lehet támadni is. És van a másik része, meglepő módon. És nem nézzük az ellenfélnek a spotját, hogyha pirosak lennék. Oké. Közben bozva nem jó? Nem igazán láttam a csetet, amúgy azt akartam mondani, hogy ja, áttehetnénk ide. Ki lehet venni. Na mindegy, az most nem olyan fontos.
majd megcsináljuk mindjárt. Na, igen, tehát lehet itt alkotni, mert a Steamből tájékozottam és láttam, hogy lassabban mennek az események. Ugye ide is szoktak, hát ami nagyon érdekes, hogy én szerintem ez nagyon nagy hiba a védők közül, nagyon sok TD és kis spotolónak az a legszebb, erre a részen állnak meg, uh-huh. ezen a részen. Uh-huh. Hát ez úgy benne van egy Type 64-nek, hogy egy becsetnek is amúgy itt, aki itt szaladgál a spot körébe, hogy lő egyet, szerencsétlen, és meghal, és csodálkozik, hogy meghal, de nem tudom, mit kell ezen csodálkozni. Tehát, hogy kiállunk a nyílt mező közepébe, ez nagyon sokan elfelejtetek, hogy tényleg, hogyha ti valakire rálátok, akkor ő is rátok. Sőt, lehet még más is, csak azt még nem látjátok, de igen. Van még egy... kiszottak menni tornyozós tankkal, ide tényleg csak tornyozós tankkal éri meg kimenni, mert... Sok heavy szokott erre jönni amúgy. Igen. Sok mert... azt csinálják egy csomó, hogy beállnak oda arra részre. Ugye az is egy megoldás, hogy itt kezdenek el óvatosan tornyozni. Uh-huh. Hát azért látjátok, hogy ez már nem annyira, hát meredek. Nem olyan jó a dőlészege, mint régen. Szóval inkább már lejjebb szoktak állni. Főleg ezen a részen, mert ugye az, ha itt állok, akkor az Arti, aki ezen a részen van szétlő, meg amúgy is. Uh-huh. Inkább át kell jönni erre a részre, és itt nagyon jól lehet tornyozni, viszont az Artitól védve is vagy, és ezt a középső részt lehet lövöldözni, általában itt a spottereket kell olyan leszedni. Menjünk tovább. Itt amúgy annak az esélye, hogy itt egy sikeres támadás bejön, ha a közepet meg tudja szerezni az ellenfél, és meg lehet oldani, hogy ezeket a tankokat letoljuk a gödörbe, és te tudjanak kinézni, akkor meg lehet csinálni, és ha már beütöttünk nem a... Nem lehet, hiszem sokkal nyilvánvaló kézenfekvő, hogy itt bemész, igen, megszerzed, igen. Ezen a gödrön átmész, és a gödörből kitisztítod. Igen. Nagy felborújok, basszus. Kitisztítod a dolgokat. Ugye beszéltünk erről a hold-down pozícióról, ami annyira jó. Tényleg nagyon jó. Rengeteg szikla van, meg rengeteg ilyen kis mérdés, ahol igen, lehet igen. bújni, és tornyoz lehet onnan nézelődni. Nagyon idegesítő volt egy csomószor, kértem olyan helyzetből, hogy a másik oldalra próbáltam lövöldözni az ellenséget, és egyszerűen nem tudtam más csinálni, csak a tornyát lőni. Ugye, és persze az nem ment be. De ez tökéletesen látszik az a spot rész, amit én az előbb mutattam, sőt az ezelőttiben is mutattam. Egyre célszerre eljutni, és akkor igazából int teljes mértékben jó vagy. Uh-huh. Sőt, itt döntetsz át, már a lényegtelen úgy is tudják, hogy itt vagy. Jobb tornyos tankkal még itt is játszadozhatsz, és egy sokkal szűkebb részen kell belőniük, mint hogyha itt mutatnám meg a teljes tankot, uh-huh. mert ez sokkal jobbat mutatok, mint ha tényleg csak ezen persze. a kis... Mindig a minél kisebb feletet mutassatok magatokból, az mindig jó. És ezen a részen nagyon jól lehet ezt a részt. Ha valaki spotolja, akkor abba a pillanatban meg lehet lőni. És igazából nézzük meg, hogyha... támadnánk, akkor honnan indulnánk el nagyjából? Menjünk fel a hegyre, felmegyünk majd a hegyre, és ez még a mapnak az a része, ami nem annyira fontos. Támadás védésén azért az a hegy, az annyira sokszor jelentéktelen, tehát pár tank oda elég szokott lenni. Az Artis szokott bemenni oda a 9-es, A9-be. Azért, hogy be tudjon lőni ugye erre a része, amit beszéltünk. Igen. És hasonlókat. Ugye lánytal, amikor itt... Ja, ott a jelenség. Lájtal, amikor kezdünk, akkor szerintem célszerű, amúgy nagyjából innen is szoktunk indulni, célszerű egyből egy nagyon-nagyon gyors középszpotot tolni. Mm-hmm. Itt is óvatosnak kell lenni, és nem úgy, mint Gooder a legelején, hogy mutassuk az egész tankot oldalról, hogy biztos, ami biztos, nem tényleg csak elég a tuti spot legyen, egy jóló. 200%-os spot. Habár itt elég nehéz csinálni, hogy a tankunk ne látszódjon, ez nagyon necces lesz, de ezen a részen itt már lehet számítani, hogy már vissza fognak spotolni, és én azt mondom, hogy itt már elindulunk vissza szépen lefele, és tartunk egy ilyen kisebb kerülőst itt. De ugye látjuk ezt a részt, hozzá kell tenni, hogy nem mindig fogjuk, most tökéletesen látszik a térképen, ugye van a render, van a spotolási látótávunk, és van az a látótáv, amin belül minket fel tudnak spotolni, ez most hát három vonalnak kéne lennie, vagy három körnek igazából, de... Első egybe van izével. Az első kettő az egybe van. Tehát láthatjátok, hogy ezt a részt a büdös életben nem fogjuk felszpatolni. Uh-huh. Tehát ne lepődjünk meg, hogy az a tank, ami ott áll, azt nem fogjuk látni. És amikor a közelen megyünk, akkor sem. Tehát mi nem fogjuk őket felszpatolni. Látni láthatjuk, hogy valaki megvillantyogat, de mi nem fogjuk tudni. Mi maximum... ezeket a tankokat tudnánk megspotolni, hozzá kell tenni, hogyha nekik nagyon jó kamó értékük van, mint egy STRV-nek, akkor igenis ebből a látótából fog még lenni, ugye, 4.42? Nem arról hülyeséget mondani. A körül van a maximum látótávolság. 4.42, nem a látótávolság, a spot.
a spotlight utánvaságot. Mindegy. Abból fog levonódni a maximális értékből. Nem a látótávolságot határozza meg, hanem az is, de a szótlási, mindegy, van egy pont érték, és nem akarok korrekt számot, nem akarok, egy mérnök sosem mond olyan számot, hogy nem tud pontosan, tehát egy körülbelül számot tudok csak mondani, 442 környékén van az a maximális. Akkor a Pete mond már mennyit. 3,1415, és még tudok még felszállni, de az nem annyira fontos. Szerintem, de azt minek szoktuk hívni, és annyi kerekítés beér, mert a mérnök az azért gyakorlati ember, ezért nem nagyon bazagszik a tudománnyal. Na mindegy. 445 bandita írta is. Ó, kösz! És 442-t mondtam? 3-at tévedtem. 445, igen, van ez a 445-ös fantasztikus magic szám, ugye ennél messzebb tankot nem tudtok felszutolni. Hozzátartozik, hogy ugye, ha 4-5-ös látótávotok van, akkor 4-5-ből vonódik ki az ellenfélnek a kamu értéke. És emiatt érdemes feljebb tornáztani. Igen, ezért mondjuk az 500-as látótávod, mondjuk, mondjuk nekem 5-22-es látótávon van a patternömmel. Hú, az igen. Majdnem maxos, igen. Akkor ugye 5-22-ből vonódnak ki a kamu értéke az ellenfél tangnak, a van előtte bokor, meg minden szar, és hogy ebből vonódik ki, és hogy elmentek 4-45-ről, akkor meg lehetnek. Mondjuk a Maus megvan 4-45-ről, nem kell csinálni semmit. Ha áll, az is megvan 4-45-ről. Tehát, hogy akkor 4-45-ről megvan automatikusan mondjuk egy Maus. De hogyha nekem csak 400-es a látótáv, akkor már a 400-ból vonódik ki minden, és akkor lehet, hogy a Maus nincsen meg 4-45-ről, hanem csak 440 méterről. Alapból se lehetne meg 4-45-ről, már csak 400-es a látótávolságon. Ja, bocsánat, igen. Tehát, jó, kösz. Igen, most jó, szar például mondod, igen, akkor ugye már 400-ból vonódik ki, és akkor mondjuk 380-ról meg lenne, az nagyon nem 445, tehát ezért kell a látótávot maxra kitolni, a spoton mondjuk nem, hát ez a szempontból fontos a spot miatt. Na, szóval itt lehet menni, itt általában tényleg nagyon jókat lehet proxizni, sőt, kell is proxizni. Nagyon fontos, hogy nagyon óvatosan nézzünk ki, mert ha proxizódunk, akkor ugye, ha bár látjuk mi is őket, de ők is minket, és hol a kontroll, tök más elmondja az én bilincsizetem. Ez a rész, amit mondtam, hogy a TD-k szoktak áldogálni, itt ha nagyon túlságosan kinézünk, akkor szét fognak minket szedni. Az biztos. És ami ennél is rosszabb, és nagyon fontos, hogy nagyon figyelmesen játszunk, light-tal, medium, vagy bármilyen ide jövünk, és az ellenkező oldalról is igaz. Tehát konkrétan, megnézzük, 360 fokban látunk mindent. Jó, most onnan nem fognak minket lőni, de egy kellemes 270 fok van. És innen bárki, bármikor szar rá lő. Tehát itt egy rossz hiba, egy trekkelődés, és végetek van. Tehát itt tényleg max annyit csinálsz, hogy jó, tehát lősz, jaj, és már megyek is, és ott se voltam. Plusz még van arti, fú, rossz az egész. Na, kértetek ezt a hegyet, amit megnézhetünk, de alapvetően tényleg támadásvédésnél annyira nincsen létjogos útsága, szerintem. Szerinted van? Nem az arcok szoktak odaállni, nem tudom, esetleg úgy, hogy körbejössz, de igazából hát, el tudsz jönni itt is, ahol ugye most igen. Vissza. Ugye ez a részen, amit most lövöldözök, itt szoktak jönni. Állni, TD-k, már Light-ot is láttam, mert Kempert ment, egy idióta volt, de amúgy TD-kkel az nem egy rossz pozíció, elég jól lehet az én segíteni. Ezt a részt már mutattam, amikor ugye védekezésnél nagyon szépen be lehet lőni oda, és igen. lehet igen. piszkálni, láthatjátok is, hogy simán ellátok oda, ha nem, akkor le kell bontani a házat, aztán na bum, nem tart sem eddig. Én tényleg azt szoktam alkalmazni, és ezt tudom ajánlani, nem fog mindig működni, mindent az aktuális helyzethez kell igazítani, mint mindent a botban, meg amúgy az életben is, de most nem menjünk bele. Ugye először is el kell jutni idáig, itt ezt a részt túl kell élni, mert hogy itt konkrétan belőnek az ott... Nem figyeltem? Ricsi! Ricsi, gyere ide! Nem ér ide, szerintem ennyi ide alatt. Mindegy. Szóval, hol van a kontroll? Igen. Tanulság? Ezt ne. Szóval innen szét tudnak titeket szedni. Ide menjetek. Ide ez a része felnéztek, ami előttetek van, itt lehet tornyozni, lehet villantani, hogyha óvatosak vagyunk. Nem biztos, hogy át kell menni azonnal a nagy lendületen, mondjuk, hogy mi van. Meg kell nézni. Fel is lehet borulni. Ahogy most raktam ki egy videót két napja, a Leopard 1-jel, hogy egy szép borulás története, ez a sztoria. Ezt megnézem streamből van a részlet, de le lett kommentálva, és nézővel elkezdtünk játszani, Mike-kal játszottunk meg banditával. Igen, banditával játszottunk, pont itt van a cseten, üdvözöllek. És tök jó meccs volt szerintem, streamen is halál röhögtük magunkat, amikor bandita full HP-val,
úgyhogy le kellett volna hozni a meccset, úgy gondolta, hogy felborul. És így azon gondolkoztunk, hogy na ne, az egy jó mérkőzés volt, szóval Bandita, neked ajánlom ezt a borulást. Na. Egy picit meséljünk már a mai adásról, hogy mire lehet itt számítani, mert nagyon itt belevágtunk az elején a lecsóba. Igen, tényleg nagyon belevágtunk. Mi az, amire számíthatunk a mai napon most? Volt itt nekünk egy pályaelemzés a Szendrivát, azt egy szétszettük konkrétan 45 perc alatt kb. Á, még amúgy, ezt még tudtam volna, hogy be kell menni. Tehát, elmondom, tehát hogy akkor sem elmondom, így képzeljétek el, ahol felborultam. S nem mondjad ezt, nem tudják elképzelni. Mindegy, ha tovább mentek, akkor ugye be kell menni, ahol mutatom legelén, hogy szét lehet lőni a középső részt. A kis vájára be kell menni középre, a középső részt le kell pusztítani, és a városból ki kell menni, és le kell vadászni a maradék TD-t. Ennyi. Az északi részt egyszerűen annyira nehéz ott áttörni, hogyha rendesen védik, mert középen vannak még spottereik, hogy egyszerűen lehetetlen. Az északi részt akkor lehet rendesen áttörni, hogyha a középső részre lenyomtuk a spottereket, és egyik spotterünk becsúszott az a részre, ahol most a tájpal felborultam, és annál picikét tovább, és akkor meglőjük, átfordulnak felénk, és akkor át lehet menni északon, de amúgy nem lehet. Tehát egyszerűen túlságosan jól lehet védeni. Na ennyi a szent, menjünk tovább. Szóval akkor volt itt még nekünk egy Facebookos szavazásunk is annak idején, és hogyha jól tudom, akkor a Lőve nyert a 8-as prémium nehéz tankok közül, úgyhogy ez lesz az, amit egy picikét be fogunk nektek mutatni, és én sok érdekességet tudok mesélni erről a tankról, nem csak ilyen statisztikákat, hanem régebbi játékaimat is ezzel a tankkal, mert érdekes volt a mi találkozásunk ezzel a csodás oroszlánnal. Sajnos, hogy ez összehasonlítod, megcsináljam, hogy statisztikák alapján kielemezzük. Igen, szerintem mindenféleképpen, ja. És én azt mondom, hogy hát, mi legyen, ne a tízesen kell nézzük meg, az elég. Jó, hát át kell gőzni állítani. Igen, mindenféleképpen csináljunk egy ilyesmi. Igen, itt a szovjetekkel kicsit bajba vagyok, ugye? Itt a Defenderrel is összevethetnénk, vagy akár az IS-3-mal. Igen, a Defenderrel szerintem kár bármit is összevetni. IS-5-tel esetleg. IS-5-tel nem kell összevetni, mert az nem lehet megszerezni. Tedd bele az IS-3-at. Jó. Bocsánat, a mikrofonba belenyújtam most kétszer. IS-6 esetleg. IS-6-ot tedd bele, Defendert akarja valaki a legjobb. Tehát most ez K5-öt, hát... IS-6B, ezt úgy érzem, hogy ezt belerakni. KV-4, hát nem kell. A valamelyik T-26 E5-öt tedd bele. Oké, és igazából ez ugyanaz a kettő, csak, igen, csak ennek van ilyen kis festése. T-32 is mehet. T-34? T-34, hát menjem. 50-100 nem, mert az full teres, de a Liberty-t bele kéne raknod. FCM-50T? Az van még olyan tank, rakjuk bele. A Cérnát, ezt rak bele, már csak azért, hogy mennyire OP is itt. Jó. Rakjuk bele a VZ-t. 112, az nem? 110 esetleg? Amúgy az a legszebb a 110-ben, a 112-ben és a VZ-ben. Jó, a VZ-ben is. Jöhet minden három, akkor legyen egy összehasonlítás. Akkor tedd bele az összes 8-eset, az OP-t is. Emilt vett ki, az megint áras. Tök, menjünk vissza. Ezeket bekonfigolni, basszus, ezt meg kellett adás előtt csinálni a rohadt életben. Nem, meg volt szinte adás előtt csinálva, csak újra is indítottuk a gépet, utána a nettel ja, szórakoztunk, tehát mindent összeraktunk nektek, de mégse, tehát úgy néz ki, hogy nem, pedig de. Nem fogok 12 tankot bekonfigolni, ez egy fél óra. Akkor a tédet állíts általánosra, ne a mostanira. Ennyi, akkor csak egyet kell. Kijöttük a VK101-01P-t. Ezt voltam megcsinálni. Konfigurálás, mondjuk. És itt vegyem ki ezeket? Igen, meg mondjuk a legénység ne a jelenlegi legyen, hanem 100%-os legénység legyen. Vedd ki az X-elt, ki azokat a szarokat is. Igen. A kamót is X-elt már ki. Igen, meg a felszereléseket is vedd le. Kösz. Viszont az IS-3-nál meg a T-32-nél be kéne, hogy melyik ágyú legyen rajta. Jaj, olyan soknál kell, meg a 110-nél, na. Azért, mert hogy... Meg a motor. Az... Na jó, akkor most megcsinálom az összesnél. De ne, azokat a legénységet hagyja, a 100%-os legénységet nézzük meg mindegyinél, akkor mindegy, hogy van rajta a BIA, meg minden más, mert úgy fog javítani.
Ugye a T32-nél el lehetne gondolkozni azt, hogy a nagy ágyút használjuk, illetve a kis ágyút, hogy a kicsinek jobb a DPM, meg APC-re sokkal jobb az átütése. ESL-en is bajnokságú általában a kicsit szokták használni, emiatt randomén azt adni, ezt a nagyot szeretik használni. Annak nincsen visszatart elejje, se a kicsinek se, annak semmit nem sebez, de akkor is. Na, meg tudod ezt csinálni, ügyes vagy. Próbálkozok itt a dolgokkal, ilyes 3 és kap mindjárt egy szép nagy ágyút. Nézzen közben, bocsadat, hogy van egy olyan sör, hogy Löwenbräu. Ajaj, komolyan. Mm-hmm. Ne mondd. De, itt most értem. Ne csesz föl. De. Csak szivatsz, ugye? Mm-hmm. Na, szivatlak. Remélhetőleg itt vannak a dolgaink. Ohóba mit raktál a repesszart? Mm-hmm. Hála is. 150-es hovicert. Hogy van neki, de tényleg. Van munkásul még... az ágya. Mondjuk az egész jó a balansz volt, mert a cickók miatt nagyon nehéz volt célozni. Ilyesemet is fel... Jó, megcsináltál mindent. Na, itt láthatunk mindent, szinte mindent. Kávin négyet fölraktok végül. Nem. De ez... Ő lemaradt. Hát szóval elnézzetek nekünk. A kollégámat nézem, hogy most van, kérdezem, hogy szüksége van rá, íme igen. Akkor hozzadobom, hogy a Kávin négyet azon nem újjon. Ugye ahhoz ki kell választanom a szűrökből a... Igen, ki kell. Ez a sok kattintás. Még végén be fog görcsönni a kis ujjad. Be kell konfigurálni is, csak úgy mondom. Csinálom. Kezdve nézem a csetet. Nézd a csetet. Azt mondják, hogy a 110 nincsen konfig. De van. De nincs. Azzal kezdtem. Ha, jó, sikerült. Nem jöntem le a használra szerintem. Köszi, hogy írtad. Milyen kis szemfülösek a nézők. Ezért jó. Megpróbáltuk őket átverni, de nem lehet őket. Nem figyeltek, azt akartam mondani. Na, nézzük a lővét. Figyeltek. Hát, igazából az a baj, hogy egyszerre kéne néznünk, hogy külön csak a prémiumokkal és az összes többi tankkal kapcsolatban. Szerintem leszögezhetjük, hogy a Defendernél nem lesz jobb. Hát 8-as gyarú biztos, tehát, hogy nem célzott alfa sebzés, újra töltés idő. Hát, hogy ezt a kérdéskört engedjük is el. Tehát ezt megtettük, elmondtuk, inkább mondjuk a jelenlegi patchben és a jelenlegi érában a 8-as téren létezik a Defender, és eltek vannak más tankok, csak minek, ami heavy. Még ami szerintem használható az amerikai... Béke. Az a VK... 1001p. Igen, a VK... Igen, az a VK... nincsen itt a izében? Igen, a VK használható, akkor vedd még fel azt is. Használható még a prémium közül a T26E5, és hát a Liberty milyen mostanában? Belőhető, de nem tudom, én a lővel jobban szeretek játszani, mint a Libertyvel, mert mondom neked az őszintét. Nem nincsen olyan semmelyik, de nem baj. Meg amúgy van itt még Tigris 2-nk, és németeknél jól kimaradtak itt a izek. Igen. Mondjuk a végén az igazából egy Tigris 2, úgyhogy azt szerintem nem... Nem, ezt nem kell. Wow, ja, hogy az én izémben... Igen, de akkor a legénység 100%? Oké, csinálom. Igen, és akkor azokat is átsz, az se átsz... Bár meg van rajta, át. Mindig nehéz tanulni, csak kell átszázás kötelező. Amúgy mindjárt csinálok egy izét, egy... Azt meg akartam neked mutatni. Illetve a fiúk, lányok, azoknak mondom, akik esetleg... Vagy lányok, fiúk. Csak viccelentem, ahogy urak. Szóval, hölgyek, urak, lényeg a lényeg, aki szeretne prémium tankot venni, annak azt ajánlanám, hogy várjon egy picikét, ugyanis nem sokára lesz egy ilyen adventi kalendár, vagy adventi kalendárium, és általában ott elég ritka, illetve értékes prémium tankokat lehet megvásárolni. Ezzel szoktak még hozzácsapni a végések aranyat, illetve prémium napot teljesen ingyen, úgyhogy ez olyan, mint hogy ilyen kis akcióba vennétek meg ezeket a tankokat, tehát mindenféleképpen érdemes erre odafigyelni. Ez úgy néz ki, hogy gyakorlatban, hogyha valaki esetleg a tavalyit nem ismerte volna, minden nap van egy új prémium tank, és ezek általában elég ritkák. Tavalyi kalendárban például volt E25-ös, mindenki meglepődött rajta, az volt karácsony napján, amúgy volt ezen kívül KV5-ös, Kanoniak Panzer, és tényleg ilyen prémium tankokra kell gondolni, amik nem annyira elterjedtek a játékban. Úgyhogy ha egy ilyen szépségre szemet vetettetek, akkor mindenféleképpen várjatok kell egy picikét, vagy várjatok egy kicsikét, én ezt ajánlom. És ne nekem legyen igazam, de én szerintem simán kinézem a végéből, hogy bejátsszák karácsonykor a Defendert, hogy újra lehet majd kapni. Az a baj, na mindegy, ebben nem menjünk bele, mert ez nem tudom, hogy bele kéne mennünk, bármilyen végés...
döntés van, csak azért is, mert tök mindegy. Addig lehet kijön a VK-nak a premium verziója. Melyik VK-nak? VK-01P-nek. Van egy premium verziója, egy bicikli van, emlékszem arra? Akkor ez nekem való, ha van rajta bicikli. De egy bicikli is lehet menni? Persze. Kilőnek, és akkor én... Na, a bicikli felülhetsz, igen, simán. És akkor, akkor spottolok. Spottolsz, igen. És azon se látszik az ember, csak olyan, hogy tekerik, benne lehet nagyon vicces amúgy. Jó, én ben. Akkor, ha ilyen opció van, akkor nekem kell. Oké. Okay. Na. Hú. Annyi tank, hogy ezt nehéz lövésenként. 400-as, az más síktank. Ugye a legelejére kéne menni. 320-as van neki. 320-al amúgy kimondottan a középmezőnyben. Az alsó mezőnyben inkább nem elretentő a lővének az alfa sebzése. Simán kimennek egy levenni egy-két lövést, úgyhogy egy T-34-nél azért már lehet érezni azt, hogy picikét félnek tőled az emberek, legalábbis olyan szempontból, hogy nem igazán nézegetnek ki a léd. Megszakítatlak, hogy válaszoltok egy persze, beírásra. Szeretném megnézni, hogy amikor elkezdtem a játékot, akkor úgy 2 évig prémium nélkül játszottam, és úgy húztam ki 3-4 tízes tankot, pusztán vagy egyre gondolkodtam, hogy a legénységet már úgy képezzem, hogy minél kevesebb lét felhasználással csináljam, plusz akkor vettem tankot, amikor le voltak árazva mindig karácsonykor, azóta mondjuk már majdnem 5 éve játszok hozzá kell tenni, és igen, van prémium, mert elsőből simán fent tudtam magamat tartani. Plusz ezt kiegészíti ezt a prémium akontos dolgot még. Az a kezdődő csatorn, nincs hozzá prémium HS, szóval nem jó a Defender. Ez 10 per 10. A plusz a másik dolog, hogy az elmúlt, most a kampány időszak, ami most lesz egy kampány, és eléggé fel kell tölteni a kreditkészletet, és új tankokat kell venni, 10-es tankokat, amiket ki kell húzni az, hogy nagyobb sikerrel záruljon ez a kampány. Ezért újra van prémium, de előtte szintén megint több, mint egyféle prémium nélkül játszottam, és el kell neked mondanom, hogy ugyanúgy tudtam játszani prémium nélkül is, mint prémiummal, és sajnos nem volt nehezebb a játékom. Abba volt nehezebb a játék, hogy sokkal többet kellett kreditbe belefetszölnöm, sokkal többet kellett játszom tírni azon, amit utálok, sokkal többet kellett volna eshezni, és tier 10-zel nem tudtam volna fenntartni magamat, amúgy prémiummal is egyre nehezebb fenntartni magadat, mert változtak a kreditszorzókon. Ennyit, és utoljára szeretem volna bármifélét hozzátenni a prémium akkontokkal kapcsolatban, hogy mennyire kell és mennyire nem kell, mert őszintén rohadtul üzelem ezt a témát, mert hogy fölöslegesnek tartom. De válaszoltam. Én is azt hiszem, hogy 2 tankomat a legelső R100-asomat prémium nélkül húztam ki, illetve a 121-et még annak idején. Leo 1-et, T-50-t, Heavy-t, és E75-ig mentem el, és feladtam, mert rettenek, és az E5-öt is még prémium, ezt a 3 tankot húztam ki. De én nem full ki. Prémium nélkül. Én full. Én úgy voltam, hogy azt hiszem volt egy hónap prémium, mert akkor vettem, de nem emlékszem már 8-as, 9-es, 10-es tér bőven úgy játszottam, hogy prémium nélkül hónapokon keresztül, és utána egy fél évig. Na mindegy. Tehát, hogy szerintem attól, hogy használsz... Mindegy, nem válaszoltak be a csetre, de jó. Illetve, hogyha nagyon szemetek akarnánk lenni, akkor most azt mondanánk, hogy már mindenki megnézte ezeket az értékeket, úgyhogy mehetünk tovább. De nem zárjuk le ennyivel a dolgokat. Lövéről, röviden, tömören. Én még azelőtt szereztem meg ezt a tankot, hogy buffoltak volna rajta, és elég mókás dolgokra jöttem rá. Nagyon lebecsülték akkoriban az emberek. Most is lebecsülik az alacsony alfasebzése miatt. Már nem kéne annyira. És az tény is valahogy nem egy DPM király, illetve az alfa sebzése is egészen a DPM kevés. Király kezdve mutatom a monitorom. Igen, az a CERNA uraság. Beteg az uratöltés idő. Mm. És arra jöttem rá, hogyha egy picikét is van esze az embernek, és mondjuk olyan helyekre megy lővével, ahol jól tud akár tornyozni, illetve jól tud lövöldözni az ellenségre, akkor bőven tud majd sebzőtaladatokat bevinni. Ugyanis ez a 234-es átütővel, amit itt figyeltek, az kiemelkedő TR8-as közegben. Lesz? Micsoda? Nyeremény mikor lesz? Nem tudom, mikor legyen. Mennyi néző van, várjál tényleg? A lőve után. Lőve után. Ó, de a csetet most elfogom egy pillanatra veszíteni. Le akarom frissíteni akkor. De akkor elveszítem a csetet. Azt olvastam. 233, na. Pont azt akartam, hogy a 200 nézőnél, de akkor picit több kell, a 300. Nem, 1000 nézőnél lesz nyereményjáték, mit szólsz hozzá? Nekem mindegy, de amúgy nagyon sokat vártak, szóval amúgy nekem tényleg mindegy. Jó, tényleg 40 percet vártak. Nagyon, tehát amúgy. Hogy nem kéne szivatni őket, de aranyos vagy. Nem, csak ügyeskedtem. Letadjuk ezt az elemzés, aztán tolunk a nyereményjátékot majd valamikor, vagy csinálunk a nyereményjátékot. It's okay, és addig szomes vagyok. Igen, egészen nyugodtan.
Szóval akkor az átütésnél tartottam, kiemelkedően jó átütése van ennek a lövének, én például IS-7-es, illetve E-100-as alvázakat is lövöldöztem be ennyi pennel, egészen elképesztő, legalábbis szerintem. 10 fokos ágyúsérés az bőven elég, régen csak 8 volt, ugye, de kapott még mínusz 2-t, vagy igen, szóval, hogy növelték az ágyúsérését még mínusz 10 fokra, tehát így baromi jól lehet vele tornyozni. A toronypáncélja nem túl vastag, viszont kielégítően nagy maga a lövegpajzs, illetve a kupola is kicsi, tehát ennek következtében nehéz tornyon keresztül beütni ezt a tankot, még akár 10-es ellenséges járgányok lövéseit is tudja pattintani, illetve a felső lemez is. 330-as hit? Hát az beviszi valószínűleg. Kivéve, hogyha ott az ágyom menet környékét lövő. Jó tornya van amúgy a lövének nagyon. Az le tudja pattintani a dolgokat, de amúgy van egy izé, hogyha valakit érdekel, ezt nem ezt mutattam egyik adásban. Van itt egy ilyen dődés, ami pont nagyon hülyen látszik a festés miatt. Ezen a részen be lehet lőni, mert itt nem, nincs olyan jól lekerekítve. Tehát akár, hogyha mondjuk így áll maga a tank, akkor ez a rész, ez lőhető és beüthető itt. Ez nem is túl vastag, azt hiszem egy olyan 200 mm környékén van ez a páncélzat, ha jól emlékszem a tankinspektoros dolgokra. Illetve a másik hatalmas pozitívum az pedig a pontosság 100 mm, ez valami kegyetlen. Ez az ágyú, ami a tipikus no-scope-olós kategória, tehát itt aztán szólni kell anyunak, hogy hozza a kamerát, mert olyan lövéseket lehet vele leadni, hogy hihetetlen, tehát így menet közben piu-piu-piu-piu-piu, mint hogyha egy ilyen cowboy filmben lennél, simán lehet tolni. Aha, csak nem ilyen gyors, hanem hogy akkor várni kell 10 másodpercet, és akkor megint piu. így lehet játszani ezzel a tankkal, de álltam oda bennek a lövések, ahova kell nekik. És ugye szuper nehéz tank, tehát rammolgatni is lehet vele, hogyha éppen úri kedvünk úgy tartja, vagy éppen lehetőségeink megengedik nekünk ezt a dolgot. Majd, nem tudom, lesz... Mit mutassunk meg? Szerintem a lövére gondoltak, plusz Szendet is akarták, hogy mutassuk be, mert random, általában gyakorlóban mindent könnyű elmutogatni, csak mondjuk... De random, hogy mutassunk be? Igen, tehát hogyha én megkértem a végét, hogy én Szenden akarok játszani, nem is szokott történni, akkor a mondjuk spotolós küldőm, mert megkértem, hogy akkor én Murvanken szeretnék spotolós küldőt fel a Wargaminget. És nem a Himmelt. Hívjuk fel a Wargaminget. És mondjuk neki, hogy Szendeli verre tegyenek be minket. Mit szólsz hozzá? Jó. De csak akkor, amikor Mausszal vagyok, és van három Marti. Oké. Okay. Menjünk tovább. Lesz amúgy most olyan opció, hogy játszani lehet, vagy nézik, ahogy játszhatsz? Tankkérések lesznek, és én arra gondoltam, hogy így nagyjából elmezhetnék a tankot. Te mit tudsz róla, meg én mit tudok róla? Mondjuk neked még van 9 perced, úgyhogy... Picikét ráhúzok, hogy itt vagyok, de igen, én hivatalosan 8-ig vagyok. Picikét rá fogok húzni, mert nagyon későn tudok elkezdeni. Még lővénél befejezném azt, hogy nagyon jó látótávolsága van, alapból 400 méter, ezt még bőven lehet felfelé tornyászni, és ennek következtében egy ilyen igazi nagy látótávolsággal rendelkező, nagy átütésű sniper tankot kapunk, ami lassan tölt, illetve kicsi az alfa sebzése, tehát úgy csipegetni kell vele hátulról szépen. Sőt, több ismerősöm is van, akik azt mondják, hogy egy pontos tankokra, meg azokra a tankokra, amik viszonylag jól szűkülnek, például a Brit Heavy, ők nem szoktak vertikális stepot rakni, hanem helyette optikát raknak, hogy ott is 405-i, de szoktak még. De az nem jó. Sokkal jobb, hogyha ízét cseréled szoktak le. Szoktak még. Én azt mondom, hogy mit szoktak. Nem azt mondtam. A ventilátort sokkal jobban megéri cserélni. Azt... Rohadtul ópia íze függőleges, Tomi. Ez egy legópia felszerelés. De mondd azt mondom, hogy szokták. Ja. Nem azt mondom, hogy szoktam. Ja. A kezdet nagy különbség van. De szokott az is működni. De én nem tudom, én nem vagyok híve az optikás heviknek. Ezt a vitát amúgy egyszer nyissuk ki. A következő jó. Akartam még a felszerelésre pont most beszélni. Mindenféleképpen, de ezt a vitát az egyik, nem tudom melyik adás, amikor én is leszek, mindenféleképpen szeretném, de szerintem akkor te is, kinyitni ezt a fajta vitát, ami elismerhetünk akár skillezésben, ha bár a skillezésemben most le tudom szögezni azt, hogy nincsen olyan, hogy ez a jó. A skillezésnek vannak általános olyan dolgok, amiket meg föl kell tenni egy heavy-re, mert célszerű avval kezdem, mint szerelés, meg hasonló. De hatodik érzék. Hát igen, az attól, hogy milyen, mert például én a VK7201K-on a hatodik érzéket nem tartottam annyira fontosnak egy ideig, mert amúgy tudtam, hogy látnak, így éreztem, hogy nagy, meg minden. De mindenképpen kell egy vita, mind a skillezésről, mind a felszerelésről, ahol sokkal nagyobbat lehet, hogy mit éri meg, milyen kompromisszumokkal járnak ezek a dolgok. Habár a kötvényes dolog óta ez picikét bonyolódott, hiszen lehet egy negyedik
felszerelést felrakni a tankra, ha belegondolsz. De szerintem ez még nem játszik annyira szerepet a dolgokban. Nem, randomban nem jellemző, vagy hát... Nagyon kevés ember tudod szerezni annyi kötvényt, amivel akár esetleg... Megmondom azt a játékos százalékállományt szerintem, akinél ezt használja. Talán a kettő, de nincs annyi. Igen. Tehát, hogy ezt lehet, nem kell kinyitni ezt a kötvényes dolgot, de mindenképpen valamelyik adásban részletesen szerintem ki fogjuk vesézni a felszereléseket. Ebben benne vagyok, mert ezben aztán... Mert, és ezt akár lehet bontani. Én leválasztanám a... Persze tankon, nem is tankonként, bocsánat, leválasztanám típusonként, de leválasztanám a tier 10-et, mert ez full más. És akkor is, és ettől ez sem lehet majd mind a szkélezés, mind a felszerelésnél azt mondani, hogy ezt mindig így kell, mert például, ha már CV-ről beszélünk, vagy SH-ról, ott vannak feladatkörök, és ott néha úgy kell szkélezni, vagy felszerelni egy tankot, ami az adott taktikának megfelelő, de szerintem randomban és általánosabban fogunk tudni erről beszélni, tehát ezt a részt mindenféleképpen egyszer, én mindenféleképpen szeretném kivesézni, és remélem, hogy ti is. Jól van. Én amúgy kettő jó konfigról tudok a lővén, ami használható randomban főleg. Az egyik az, amit itt láttok, a fokozott szellőzés, töltésgyorsító, illetve a függőleges stabilizátoros verzió. Illetve van még, amit sokan szeretnek játszani. Az előbbiekben kifejtették ugye a Sandrivel elemzésnél, hogy miért jó az, hogyha sok a látótávolságod. Ez a konfig pedig pont erre épít, a fokozott szellőzést lecseréli optikára, ugyanis elképesztően OP ez a plusz 10%-os látótávolság növekedés, illetve a fokozott szellőzés nem tesz annyit hozzá a játékhoz, mint mondjuk egy optika, úgyhogy ja, talán ez egy picit jobb választás is lehet bizonyos helyzetekben, viszont én azért használok fokozott szellőzést ennél a tagnál, mert nekem minden egyes másodperc vagy tized másodperc szükségem van, mert sokszor játszok ezzel a tankkal agresszívan, tehát ilyen facecheckelgetősen meg belemászok az ellenség arcába, úgyhogy én nem vagyok az a hátul sniperkedős, lövöldözős fajta. Írták, igen, a szkillezés játékos stílus függő is, ezért mondtam, hogy nem lehet, nem fogunk tudni azt mondani, hogy ez lesz a legjobb, de erre rá kell készülnünk, azért komolyan össze kell szedni a dolgokat. Meg hogyha valaki olyan komolyan bele akar ebbe mászni, akkor annak mindenféleképpen ki kell tapasztalnia, hogy neki mi az, ami jó, neki mi az, ami kézre áll. Igen. Tehát nem elég csak teszteket, meg ilyen nem is mondtam, de ajánlásokat nézni. Az előző évi kampányhoz a VAD-nál összeraktunk egy szkélezéses dolgokat. Uh-huh. Valamelyik tanknál négy fajta szkélezést raktunk össze, azt is megmondom, hogy kivel raktuk össze. Tehát hogy a táblázat is tudom, hogy ki rakt össze, lehet, hogy csipegetek, de még mindig online felület, mert ez egy online felület. Uh-huh. Lehet, azt is be tudjuk nektek mutatni, hogy anno egy évvel ezelőtt. Akkor viszont azt kell tenni, hogy amúgy annál a szkillezésnél, amit még egy éve raktunk össze a vaddal, az még az a rész volt, amikor nem voltak a fogyóeszközök így felhasználhatók. Újra. Mert például az ezermester azóta én úgy érzem, hogy okafogyottá vált egy csomó tankon, mert régen a lightok abban szaladgáltak, mert akkor hát mondjuk a T-51-ben már kéne tűzoltó, de hát akkor pótá lehet már mindenféle kell belerakni, és akkor hát akkor rakjuk bele mondjuk az ember, mi az emberjavító első segély helyett. Majd ezer mestere most meg, hát igazából az úgy lehet, akkor inkább ne legyen. Tehát, hogy nagyon sokat dobott ez a fajta rendszerem. Tehát ez mindenféleképpen. Sok minden befolyásolja a skillezést, és emiatt sok minden befolyásolja ugyanúgy a felszereléseket is. Szóval neked a lőve alapvetően tetszik. Most lesz egy olyan kérdés, amit azt fogják hinni, hogy én csak azért kérdezem meg, hogy menjünk egy csatát közve vele. De én nagyon kíváncsi, hogy te amúgy a lővét ajánlanád, mondjuk nekem. Én nem ismerem a lővét, és szerinted, és add el nekem, hogy miért. És ez a szaradatokon mentesen. Tehát jelen pillanatban az egyik legerősebb aranyért vásárolható tank, tehát például, hogyha te gyakran CV-zni, már nem annyira CV-znek az emberek, inkább azt mondom, hogy gyakran fészítezel, akkor akár aranyban ki tudod gyűjteni ennek a tagnak az árát, és magából a fejlesztési felbontásnak bírod vásárolni. És egy olyan prémium tankot fogsz kapni, amivel rengeteg pénzt tudsz keresni minden egyes körben. Mondjátok, hogy még egy STRVS-jegyünk, ami szintén bent van a fejlesztési ágban, és szintén egy baromi jó tank. Viszont érdemes hozzátenni, hogy egy nehéz tankkal szinte minden esetben többet fogsz keresni, mint egy páncélvadásszal. Ez azért van, mert az esetek többségében egy ilyen lővével azért szoktál előre menni, spottolgatni, trekkelgetni, tehát asszisztemügyet be tudsz gyűjteni, ezáltal több XP-t kapsz, mint egy TD, aki az esetek nagy részében támogat, illetve support szerepkört vállal magára.
És én ezért tudnám ajánlani a lövét, ugyanis rengeteg pénzt össze tudsz vele farmolni. Én még egy 8-as tankot tudok ajánlani, főleg, hogy esháztok. Én az én egyik 8-as tank, prémium tank, amit én mai napig nagyon szeretek, az pedig a GF, a német bulldog. Az nem 8-as lehet mindig kapni, sőt, azt nagyon rég lehetett kapni, basszus. Hát mikor? Ez egyszer lehetett kapni. Hát akkor, akkor lehet meg. És az ahogy még meg lehet szerezni, és tényleg esháztok és csapatcsatáztok, na az. Jó kis járgány. Hát avval, ha megy a Kánnak a kelit bónuszszari, akkor megvan a 100 000 majdnem körönként tisztán. Kemény. A prémiumakon tart. Csak. Aha. Ez nagyon-nagyon jó tank. Azt tudom ajánlani, és még randomban sem szucsok amúgy. De az light, tehát nem lehet összehasonlítani. Közben válaszok egy a chat kérdésre. Hunyadi kérdezte, hogy kivel raktam össze a skillezést. Nem szeretném kimondani a nevét, mert nem tudom, hogy hozzájárul-e. Annyit mondok, hogy a srác vados volt, és már jó régóta a Trigg klánt erősíti, tehát hogy nem egy hülye srácról beszélünk, aki elég jól játszik is. Vele raktuk annó össze ezt a skillezéses dolgot. Negatívumok a lővéről, azt még nem mondtam nektek. Igen. Baromi lassú, és az arti előszeretett eszélye elő. Tehát lehet látni, hogy ilyen 17-18-án vagyok most is. Ez néha problémákat szokott okozni, illetve... Ezt jó, hogy nem láttam. Nem. A közel egy... Kattnak olvasom. Olvasom, hogy ez is nagyon jó, nagyon tetszik az írásaitok. Tehát, hogy volt, írja valaki, hogy ő kétszer adta el. És nagyon jött nagyon szellemes válasz, hogy csak azért vetted vissza, hogy újra eladhast. Ez most a lővéről beszélünk? Igen. Itt a lővének a nagy előnye az az, hogy tehát folyamatosan lehet kapni ezt a tankot, tehát nem csak időszakosan van bent egy premium shopban, és emiatt, és az, hogy ugye ki tudod akár fészíten farmolni rá a goldot, azt szerintem elég nagy pozitívum, mert mondjuk egy defender soha nem tudsz megvenni ilyen módon. Illetve hogyha mondjuk részt veszel ilyen kompetitív jellegű játékokban, akár ilyen wargaminges eseményen, ahol lehet aranyat nyerni, ugye ilyen csapatcsatákkal. Nézzük a pontos ágyút. Egy pattanó. Defender mondjuk. Kaptam el a lövegpajzs melletti részt. Ami jó kemény volt jelen pillanatban. Mondjuk... én tényleg nem is ennem annyira szadankot, ezért maradtam végig csendben és hallgattam itt okosan a mennyilvánosaidat. Én jobban is olyan az amerikai Patriota neve. Igen, Patriota lehet angolul és magyarul is, ahogy gondolod. Én mondom, hogy jön. Okay. És az a tank, én azt a tankot nagyon-nagyon szeretem. Az átfizéssel néha vannak problémák, de az a tűzgyorsasága az fenomenális, csak nem visszarendhető az eleje. Aha, igen. És nagyon koncentrál good bad, látszik az arcán, látom az arcát, visszanézem ott a jobb monitorom. Emlé egy lövését pattintottam itt most, nem tudott jól célozni rám. Viszont ez az újratöltés, ez kegyetlen sok tud lenni, illetve az ilyesetős is valószínűleg pattintani fogom. Ja. Tehát páncél tekintetében sem kell ennek a tagnak háttérbe bújnia, vagy elbújnia, vagy szégyenkeznie, ugyanis a felső lemez, illetve az oldalsó lemez is egészen vastag, tehát akár szájszkrépelni is lehet vele, sőt, kell is szájszkrépelni. Kötelező. Gyulladásra mennyire hajlamos? Ez most jó rá tapintott el a lényegre. Én amikor kólával használtam, vagy csokival használtam annak idején, akkor gyulladt egy párszor, de annyira nem jellemző rá, hogyha bent van az automatizoltó készülék, tehát... Az visszaveszem úgyis. Ritkán gyullad, mondhatni. Azért... Tehát így... nem, hogy mondjam neked, nem egy gyufa, nem egy KV4-es mondjuk, inkább úgy fogalmaznék. Azt tegyük, most közben nézzük a csatádat, és azért látszik, hogy már 1400 felfogott sebzés, hogy hozzá kell tenni, hogy Goldben nagyon szépen eldugja a tagnak a hasaját, ami egy gyenge pont, és tényleg csak a front látszódik ki, szépen szögbe rakja, és tényleg eléggé korrekt páncolata lett a lővének. Amúgy ez ráfért, tehát én nem gondolom, hogy túl lett volna buffolva, szerintem most van a helyén ez a tank. Bőven ráfért ez a kis plusz buff, azt hiszem ilyen 20 mm-t kapott még a... Szerintem ez csak az IS-4-et, és még pár tankot kéne helyre rakni, mert eltűntek. Na azt melyik tankot ugye megcsinálni 8-as térben, nem olyan sok amúgy. Hello fiatalember. Valami tüzérség segíthetne ide nekem valamit. Na meg van a track. Nem lesz meg. Kár. Csak a vizet tudtam, a hegyét tudtam előni, az meg nem megy be amúgy még ennyi átütéssel sem. Hát igen, a DPM hiánya, hölgyeim, uraim, az kellemetlen, de a biztalatok megölnek a mod egyek, ugye muszáj itt maradnom, sajnos. Nem sajnos. A jó kis mod egyek? Hát a... Vagy STL2 meg a mod egy meglő, úgyhogy inkább maradnék itt egy picikét. Tiltolézunk még.
Amit csinál az Emil egy... Hát, nem jót. Az egy mázis lövésed volt, de igen. A trackre céloztál? Szerintem nem. De trackelni akartam. Hát igen. Én láttam, hogy húztad oda. Igen, az majdnem az volt. Majdnem össze. Letámadjuk ezt a Defendert, ami az egyik leghülyebb ötletem ever, de meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát tiéd. Az Arte viszont lőtt egyet, hogy lehetséges, hogy lesz tanultam. Örülnék őszintén. Az Erhel meg megy neked segíteni. Szóval lehet, hogy... Jó, de vissza is húzta a Defender. Nem annyira hülye. Egy picit várok itt még. És én azt mondom, hogy amíg itt vagyok, tehát ezt a csatát mindenféleképpen megvárom, szerintem sorsoljunk utána. Jó, jó. Ja, tényleg az majdnem elmaradt. Igen, azért, hát azért én fontosak vagytok nekem, mint nézők, ezért érdekképviseletet tartok. Te vagy a szakszervezet. Igen, a nézői szakszervezet. Vohájó, Mr. Jektor. A Vohájó az a legcukibb beköszönés, az az amúgy. Igen? Ma is tanultam valamit. Te nem vagy nagy Twitch-es, mi? Nem. Ha csak Twitch-es nem lennék, de hogy úgy... nem olyan szoktam használni Twitch-et. Én annó megkérdeztem a nézőmet, és azt kérte mindenki. Hát... Páram írtak Twitch-et, de 90%-os arányban mindenki a YouTube-ot kérte nálam, azért én maradtam a YouTube-nál. És nézd meg a Pánc által felfogottat, azt a spot damage-emet, vagy az assist damage-emet, illetve a sima sebzésemet. 2500 sebzésen járunk, és ami ennél is fontosabb, hogy AP-val lőttél főleg? AP-val, csak AP-val lőttem. Tehát ezért is nagyon fontos, egy ilyes hatos például ezért nem tudnék ajánlani senkinek sem, mert ott szinte megállás nélkül kell ülni az AP-célt. És az nagyon érdekes, hogy elmegyek farmolni, ja nem. Tehát, hogy... És mondjuk ez az én mentalitásom, tehát hogy nekem, hogyha mondjuk, hogy mondjam neked, egy kicsik el plusz ráfizetéssel lehozom a csatát, akkor én inkább lehozom a csatát, tehát... Nem túl jó ötlet, de... Nem. De... Le kéne varázsolni az STL 2-t onnan, arról adtél, de azt egy lövésből kibasztam. Skorpió. Vagy kivágta be elnézést. Elrontotta a minden Isten... Á, hihetetlen, mit úszol. De ide húzza az ányú, picikét célhoz és lő. Meg fog ölni az STL 2 felülről. Na ilyenkor például nagyon jó a stabi. STL 2 pattog. Én a Skorpiótól mindjárt kapunk egyet, de most megpróbálok gondolom átenekülni a másik oldalra, hogy ne a Skorpió lásson rá meg az STL 2, hanem csak az AT-15-től kapjunk, ami sokkal kedvezőbb, igen, mint minden más. De inkább a roncsnak megy neki. Nem láttam, hogy ott van a bokortól. Az AT-15 visszament innen, talán nem talál meg az Art, aki tudja. Az olyan spottolt. Lőttünk benne valami kritikust. Valószínűleg most meg fogok halni. STL 2? Ha neked tolatna, nem tolatna. Fog. Talán lehet rom pattintani egyszer. Igen, a Skorpió. Basszus. Ja, azt hittem még az is. Felejtje meg. Hát ez most így jött össze. Írjál még valaki, hogy előny a jó ágyúnövelkedésünk jó légvételemre is. Igen, hogyha repülővel támadnak rád, akkor meg tudom védeni. Jó, sorsolat. Megvárom ezt a meccset, hogy lásd, hogy izé mennyit keresett. Na igen, azt hittem kérdem. Nem volt killem ugye, az elég nagy baj, ugyanis ha jól tudom, akkor a killek vagy a fregek azok több XP-t érnek, mint maga a sebzés, úgyhogy... Nem vagy elég felkészült, úgy érzem. Hát jó. Jó, én sem tudom, szóval akkor én sem vagyok felkészült. De így van amúgy, nézd utána. Ezt nem tudom, ezt utána kéne nézni. A fregek több XP-t érnek, mint maga a sebzés. A fregek sok mindent ér. Igen, sajnos. Meg attól függ, hogy milyen, tehát hogyha 9-es, 10-es ja, lesz, az sokkal több XP, persze. És ezáltal sokkal több kredit is. Tehát több a lóvé. A kör végén. Megvan a sú. Na, pusztítsd el! Wow, nice. És meg is nyertük ezt a mérkőzést. És mivel fogsz sorsolni, közben elmondhatod? Nightbot-tal. És egy kulcs szót kell majd beírni? Lehet, ki tudja. Én kizártam a szót. Nem mondd, hogy mert elkezdik írni. Jogos. Előre. Jó, leírjam neked, hogy mire gondoltam, hogy jó ez. Mindjárt sorsolsz, nézzük. Nézzük meg, hogy másodosztályt kaptunk. Volt 3164 sebzésünk, ami szerint nagyon korrekt. Majd T8-val játszottunk, ami nagyon szerencsés. Ő nem szerint, hogy bocsánat, aki kérte volna. Sajnos ez most nem jött össze. Nem jött össze.
és 135 ezeret kerestünk tisztán. Vegyük le, a 35 ezeres csatafizetséget, mert megy a klán bónusza, tehát azt az vegyük le, tehát akkor 95 ezer, mennyi, nem annyit azért nem kerestél le. Igen. Hát, tehát majdnem 100 ezer. Majdnem 100 ezeret keresett. És ez nagyon-nagyon fontos ennél a tanknál, ez rendkívül sok. Igazából egy premium tank erről kell, hogy szóljon, igen, hogy tényleg nem úgy, mint 100... az IS-6-nál, a KV-5-nél, meg ezeknél a tankoknál, ahol folyamatosan kell ülni az APC-t, az alacsony APA-tötés miatt. A Patriotról is néha mondhatjuk ezt, hogy az sem annyira... Az jó tank, de igen, annak is vannak problémák az átütésével. Uh-huh. A médiumokat inkább hagyjuk. Én ezzel mondom, hogy a Bulldogot én ezért kedveltem. Uh-huh. Sőt, majd meg is kedvelem. Mert tényleg volt majdnem 62 premium nélkül? Uh-huh, nem tudom. Nézzük már meg. Jó, nézzük meg. Ezt nem figyeltem. Ja, 80. Ja, nem, bocsánat, le 60 le van, igen, úgy le kell vonni. 60. Igen, azért az sem rossz. 57 000. Egyáltalán az sem rossz. Egyáltalán nem. Amíg nightbotozol, addig a CDC-re válaszolok. Nekem megvan a CDC. Én nagyon-nagyon szeretem és gyűlölöm egyszerre a tankot, tehát hogy, hogy egyszerre tudom mondjuk 100-ból, ha le 100-ból 100-ra adnám, tehát, de tényleg, de 100 egyszer is, már csak a poénkerélet, és kell ugyanisszer venném vissza, mert amúgy érzem, hogy nem rossz tank, meg jó is lenne, de szar. Tehát ez annyira kettős ez a tank, és ami... Ja, hogy ez csír volt. Ó, te ezt ismered? Ó. Kaptunk ilyen csírt, nagyon szépen köszönjük amúgy. Köszönjük szépen. Ohiós csírt. Szóval ez a... Nem rossz a CDC, de nem véletlenül. A mostani normál csatákban, most Nestorunk oldalt nézzünk, amit tier 8-ban egyszerűen, majdnem tier 10-ben játszunk, meg tier 9-ben játszunk folyamatosan, és ahhoz túlságosan rossz az a tank. Tehát azért annyira nem jó az ágyúja, meg hasonlók. Én úgy gondolkoztam azon a szón, hogy... vagy a Hetz kedvéért prémium akkont. Ez túl hosszú. Prémium akt, vagy prémium tessék, vagy gondolkoztam még azon, hogy hát nem tudom, csak egy picit csúsztuk. Ja. Türelem, nem késés tudom. Késés legyen az. Késés? Legyen prémium akkor. Prémium. Prémium. Az jó? Aha. Prémium. Reméljük, jól írtam. Szóval a fiúk lányok egy 500 aranyas nyereményjáték fog pörögni jelen pillanatban. Aki szeretné megnyerni ezt az 500 aranyat, az írja a csetre, hogy premium egybe kisbetűkkel. Igen. Csak ennyit. A csetet én közben látnám, nem az a másik képernyőről, hogy... Ja, persze. Ja, meg kéne nekünk egy plusz cset is. Igen, néha hasznos. De várj, itt a cset. Ezt... Igen, rájöttem utána, hogy hülye voltam. De nem baj, néha az is kell. Szóval... Az a srácok, pörgessétek, gyerünk, erről van itt nyomjátok, szó. Nyomjatok, Bandita, te is. Csak azokat ismerem, aki néha így felismernek neveket, hogy itt nálam is látom, azoknak a nevét kimondom. De... Itt mondjuk kár, hogy nincsen ilyen profilképes dolog, mert a YouTube-on sem meg lehet jelezni embereket profilképek alapján. Az sokkal egyszerűbb, igen. Jobb, mint is szövegesen. Meg ha vannak ilyen népszerű nevek, mint például Mister vagy Doktor, akkor az úgy nem lehet tudni, hogy most kicsoda, ez melyik Mister? Vagy... Hát, hogy Mister előtagot szokott, és akkor az megtévesztő néha, hogy most ki a Mister, vagy ki a Doktor? Sört nem lehetne nyerni. Hú, az nem. Mondjuk, az a baj, hogyha a sörnyeremény lenne, akkor azt nem meginnek itt mi. És úgy csinálnánk, mint a kisorsoltuk volna. Ilyen korrupt lennél? Na szép! Bocsánat, visszavonom, én csinálnám ezt Mars, ebben nem vesz részt. Nem, igen, én ehhez nem adom az arcomat. Így is nagy dolog tőlem a botinfo keretein belül, hogy én megmutattam. Hát de majd megyünk nyaralni a Bahamákra. Igen? A Twitch pénzekben hogy nem mennek el vicceim? Nem így tudtam el. Simán. Jó van. Simán. Hát a csapat építő is kell. Kapom még ezért a Jacktól egy-két ilyen csírt akkor. Simán. Meg Nomaxtól is kéne nyugodni beszerezni, nem? Igen. Jó. Igen, 500 aranyos a sorsolás, fiúk, lányok. Aki szeretne nyerni, az nyugodtan írja a csetre. Igen, jól írta. Premium. Én a gumicukra tenném meg, ha lehet a nyeremény. Tehát azt lehet, nem tudnám kisorsolni. Hát vagy kisorsolok egy darabot, nem mondta senki, egy zacskó akar. Megnyalogatod előtte, aztán odaadod neki. Ilyes hard volt, és... Mennyiben kárpótolja a térlemét?
Ez baromi jó kérdés. Ez a tier limites dolog szerintem egy picit a háttérbe került az újfajta matchmakinggel. Tehát most egy lőve maximum 3 darab tier 10-es tankkal találkozhat, és azokban jó eséllyel az egyik olyan papír, amit simán beüttelt, akár egy becset, vagy akár egy közepes nagy, azokat simán átlövi még. És mondjuk egy IS-6-os, vagy egy KV-5-ös, vagy egy 112-es simán találkozhat még 8-as tierben is olyan tankokkal, mint például Defender, az újfajta VK, amit esélye sincsen egyszerűen beütni a sima AP lőszerre, maximum hátulról vagy oldalról. Úgyhogy, ja. Bár én a szombati goldomat még nem kaptam meg. Ezt majd Nomax intézi. Nomax intézi. Ha valaki nem kapta meg a nyereményt, vagy nem kapta meg a nyereményt, az folyamatban ne izguljon. Emiatt. Van-e amúgy nyeremény, tehát ilyen gift küldési limit, azt tudtad a végénél? Tudtam, hallottam róla. Igen, igen, tehát ezzel amúgy azért szokott néha ilyen lassabban menni, mert ha sok van, akkor vannak tényleg ilyen limitek, hogy egy kártyával mennyit tudsz kiküldeni. Igen, igen. Ez hasonló, mint hogy azt hiszem, egy akkon csak 3 tankot lehet eladni egy nap, vagy ilyesmi. Nem tudom már, hogy van. Arra is van valami limit. Milyen bélemünk az IS-3-ról? Figyelj, én tier 10-ben játszok, nekem semmi. Hajdanában egy igazi... Nagyon jó tank volt. Szovjet ütőképes fegyver volt, de azért a Defender, illetve a VK az így letaszította a trónjáról. Ha megfigyelsz egy ilyen 8-szintű kompetitív összecsapást, akár fészített, akár mondjuk ilyen wargaminges eseményt, vagy akár egy ilyen magyar eseményt Votinfo szervezésben, vagy Vot Magyar Ligás szervezésben, akkor lehet látni, hogy játékosok szinte csak Defendert, illetve VK-t játszanak be, még akár nem is városi pályákon. Tehát akár kicsit nyitottabb pályákon is játsszák ezeket a fajta nehéz tankokat. Úgyhogy az IS-3 jó, el lehet vele lenni, viszont arra számítani kell, hogy van nála jobb tank Tier 8-ban. Hozzá kell tenni, hogy ha csak mondjuk a Morphlow kupát nézik vissza, ki volt kötve, hogy semmilyen premium tankkal nem lehet menni, akkor azért IS-3-akat még rendre használnak 50-100 mellett, de tényleg, hogyha van opció Defenderre, akkor... Mert ugye a Morphlow kupán ki volt zárva. Igen. A premium tank pont a Defenderek miatt. Igen, az egységes megalapodás volt, hogy ezt túlságosan, hát azt inkább zárjuk ki, tehát hogy ne. Ma az nem lenne jó, hogyha valakinek van, valakinek nincsen, az túlságosan olyan, hogy az túl jó tank is csak meg lehet venni, és az előny, nagy előny lenne ezért, hogy ki volt zárva. És ha tényleg kivesztük a Defendert, meg a premium tankokat, akkor nem rossz az IS-3, úgy gondolom, még mindig megállja a helyét, de tényleg az új, nagyon erős túlbuffolt premium tankok miatt nagyon sok régi nem premium tankot át kéne értékelni, vagy inkább azokat a premium tankokat kéne átértékelni, mi sokkal kevesebb meló lenne, mert az így nem jó. Tudod, mire gondoltam ezzel kapcsolatban? Nem. Azért... Te nem. Mondjuk egy régi játékot, 3-4 éves játékot megvennél teljes áron? 15 ezer forintért? Most erre mire gondolsz? Tehát, hogy mondjuk a régi botot, a 87-es matchmaking-el? Nem a régi botot, ez most egy sima dobozos játék, mondjuk, mit tudom én, az Age of Empires első részét megvenni 15 ezer forintért? Nem, de mondjuk a Witcher 3-ot. Te mondjuk akár egy Witcher 3-ot megvenni 15 ezer forintért? Vagy mondjuk akkor egy Witcher 2-t megvenni a 15 ezer forintért, aminek azért már eléggé elavulta. Nem mondom, hogy rosszul néz ki, de mai viszonylag nem elavult a grafikája. Az a baj, hogy mondjuk egy Witcher-t lehet, ha megvennék, azért venném meg, majd pont a 2-vel nem játszottam, a 3-mal többször is, mert annyira tetszik, ahogy megalkották azt a játékot, ahogy látom benne a munkát, és ez egy kis cég, hogy... Az, annyira nem kicsi. Hát már. Amikor elkezdték a Witcher 1-el és a Witcher 2, akkor... Jó, ha most már... Nem ez a lényeg, arra akartam kiukadni ezzel, akkor hogy... Megvenni, azért venném meg, például a Witcher 2-nél azért venném meg, hogy ebben is azt a céget elmagassam, és elismerjem az ő munkáikat, amiket tettek. Én ezért megvenném a Witcher 2 esetében, de például azt mondta, hogy megvennék egy számomra tájtalan játékot, akkor nem. De tudod, mi legyen a kulcsom a régebbi játékokat? Mert ez egy üzleti modell, és sokkal inkább megveszik a régebbi játékot az emberek. Na mindegy, arra akartam kiukadni, hogy ezt kellene csinálni a prémium tankok tekintetében is, hogy lennének újfajta prémium tankok, amik erősebbek és drágábbak, viszont a régieknek csökkenteni kéne az árát, főleg az IS-6-nál.
De mi az FCM50T, az mire jó? Már bocsánat. Semmire. Tehát hogy arra sem, hogy papírnehezéknek használjam. És nem tudsz el semmit csinálni. Tehát értem, amit mondasz, hogy újra csomagolva, de egyszerűen... Nem újra csomagolva, hanem csökkenteni az árát. Jó, most pedig újra csomagolásnak az FCM50T-nél, hogy csökkentem az árát. Nem tudom, nekem az FCM50T 4000-ért sem kellene. A gyűjtőknek lehet, hogy kell, de egyszerűen nem akarok olyan tankot, ami nem használható, tehát te nem jó semmire. A tier limitje nem ér semmit, semmit nem lehet vele kezdeni egyszerűen. Egy kuka, egy nagy kuka, és nem egy éve kuka az a tank. Csak azért nincsen eladva, mert prémium tank. Amúgy tier 10-es tank azért nincsen eladva. Belekezdted, az új prémium tankok lényege nem az, hogy pont, hogy OP-k. Hát, itt nagyon kisiklott ez a mentalitás, mert régebben az volt a wargaminges hozzáállás, hogy a prémium tankot azért csinálják gyengébb, hogy ne legyen pay to win a játék. Igen. Aztán pedig erre azt mondták, hogy azért akarnak csinálni prémium tankokat, de az emberek kapjanak valamit a pénzükért, és azért csinálták a Defendert. Amúgy nem tudom. És a többi tankot. Tudom, mi lett volna jó üzleti modell? De ezt kicsik vagyunk. Hogy azt mondják, hogy nem csinálják meg gyengébbre, hanem ugyanolyanra csinálják meg mondjuk az IS-3-at, és azt mondod, de viszont több kreditet hoz. Tessék. Annak úgy lett volna értelme. IS-3 kredit szorzóval? Ja. A Blitzben lehet ilyesmit csinálni, tehát hogy annak, én azt mondom, tagnak, egy normál tagnak adsz kredit szorzót. Én mennyi, azt mondom, hogy az egyik streamemben is mondtam, és felvetettem, és nem itt is felvetettem, hogy én szeretnék egy 10-es prémium tankot, ami nem OP, meg nem szar, egy rendes, normális prémium tankoknak van kredit szorzója, tier 10-ben, annyi kikötés kérek, hogy minimum 2 darab 10-es tanknak kell már lenni a garázsodban. Mert ne vegye meg mindenki, mármint, hogy nulla csatás, ne vegye meg. Persze, ezért érthető. És szerintem az így tök jól működne. Prémtankot nem fognak nerfelni. Legalábbis a végések ezt mondták. Ja, mondjuk a végés az is mondták, hogy a becset ezt sem nyúltak hozzá, csak azóta nem lő. Vagy hát olyan érdekesen. Na, sorsoljunk szerintem, mert szerintem is. Aki esetleg lemaradt volna, az még nagyon gyorsan, nagyon fürge újjának kell lennie. 500 aranyos nyereményjáték pörög itt most. Annyit kell írni a chatre, hogy premium. És aki ezt beírta, az részt vesz a nyereményjátékon. Nightbottal sorsolunk, ami nem megkerülhető, nem lehet feltörni, illetve nem lehet meghekkelni se, hogyha próbálkozna ezzel bárkivel, bárki is. Nekem azt mondták a múltkor, hogy bunda ez a Nightbot-os dolog. Miért lenne az? Nem tudom, kérdezd meg tőlük. Jó, de azt nem indokolták. Az emberek sok mindent mondanak, és nem mindig tudják, hogy mit. Nem indul neki ebből. Ja, értem. Még te tanácsoltatod, hogy azt, hogy az emberek mondatát, hogy a trollok miatt így kell kezelni, de mindenki mindig a helyén. És hát ez a, hogy biztos megmondázok ezt, ez amúgy nem ér, ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy a Forma 1-ben, hogy az egyik csapattársát visszatartják, vagy hogy direkt elrontják az autóját, amikor sokkal több pénzük van, hogyha mind a kettő egy-kettőben nyert, tehát hogy így. Na, várunk még, vagy toljuk? Számolj vissza. Ha nem bunda, akkor én nyerek. Aha. Ez a megfelelő hozzáállás. Ha számolok én, akkor 5, 4, 3, 2, 1. Most. Papageo. Igen, gratulálunk. 79. Gratulálunk. És mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki részt vett a nyereményjátékon. Lesznek még ilyen sorsolások, úgyhogy érdemes lehet figyelemmel követni most az adásokat. Most mi fog következni? Tankérés. Főző, mondjuk el, hogy... Meg talán a lővel kéne menni még egyet, nem? Neked mindenféleképpen kell menni a lővével. Még egy annyit szeretnék hozzátenni. Mindjárt keresem. Igen, amit nagyon-nagyon fontos, hogy még mindig van egy ilyen tök jó kérdőív. Ugye az infókukat, votinfo.hu-ra küldjétek el bármit, amit. De tényleg. Lehet volna a Twitch leírásban. Twitch leírásban van minden. Mondjátok, hogy mit gondoltok, illetve ha tényleg van egy jó csodátok, akkor tényleg küldjetek el, mert most már lassan összeáll. Nem olyan egyszerű ez, kell hozzákulni egy videót, meg át kell menni a rostán, és akkor tényleg itt élőben ki fogjuk elemezni. Ez nem csak úgy poénból mondjuk, ez meg fog történni. Nem szivatunk, tényleg meg fog történni, és az úgy jó lesz. Hát én el fogok köszönni, mert nekem mennem kell. Jól van. Esetleg itt tudsz rohanni még 2 percig? 2 percig ki kell rohannom egy kicsikét.
És pillanat és jövök. Kirohant? Jó, aha, addig a botot elindítom. Lemutalom magamat. Nyugodtan, tényleg nem veszel egyet a lővével addig? Sose játszottam még. Hát próbáld ki akkor. Jó, van, kipróbálom. Nem bírsz magaddal. Jó, az melyik? Ez lesz? Ja. Tök jó. Jó, de csak áthúzom ide dolgokat. Egy pillanat. Átrendezem ezt az egészet. Na, és tök ferdén fogok ülve játszani. De ez nagyon rossz lesz. Közben nézem a csetet. Tényleg, 10-es tankkal mi a rákot fogunk itt szórakozni? Valami rendes tankkal kell játszani, nem lőjével. Van itt egy Leo, nem kell most, van otthon is. ActionX, hát, TVP, SS. Type-ot inkább nem. Menjünk ActionX-el. Ezer éve nem játszottam ActionX-el. Ezek tök rosszul vannak, de mindegy. Ő tankja. E25? Megpróbáltam. Megpróbáltam. Megpróbáltam, én megígérem. Nézzem a csodát is. Add el. Milyen füles van GB-n? Meg rajta? Megnézzük, jó? Ez ranyhel, adom a lővét. Nem, én nagyon szeretek Tier 10-zel játszani, és nem annyira szeretek Tier 8-zal. Megadom majd Goodbandnek, aki lassan visszajön. Na. Jaj, rendes normál mapon fogunk játszani. Majdnem lővével játszok, nyugi. De én szeretem. Nem rossznak. Most nem tudsz leülni, mert ide trollkodtam. Van egy grillás. Centú megy balra. Tök jó. Városban lehet, hogy lesz egy spot, ott a vézi. Ez proxizhat minket. Szereted ezt a tankot amúgy? Nem rossz. Ha persze, nekem ilyet soha nem csinál. Nem tudsz lőni. Biztos a prémium akkont miatt. Lehet. Elrontott a prémium akkont. Aha. Azt figyeld. Fincsi. Jó, azt meg kellett volna várnom, csak most. Na, kíváncsi leszek, nekem ilyen gosztokat jobb betrollkodni. Ha ezt szeretsz ezt csinálni. Igen, ezt szereti. Meg mellé lőni amúgy. Van egy arti, aki lövöldöz. Jaj, bocsánat. Azt nem fogom már kiszpotolni. Az F-ét. Nagyon kevesen vagyunk itt, lehet ezt el kéne engedni amúgy még most, amíg vissza lehet menni. Szerintem betolják a várost. Várost? Mi az? Falu vagy? Vár! Akkor az ott kellemetlen lesz. Tényleg van egyébként fel azon a hátulról. Hasznos! Ő a megmentőd. Felmentő sereg. Kimondottam. Tü-tü-tü. Nem, én nem is akarok látszódni amúgy. Mars mellett nem szeretnék egy streamben szerepelni. Igen, eddig nem. Letagadom ezeket. Jó, helyes. Nem, amúgy pont úgy ült be Mars, hogy hogy ja, igen, nem látszódok én. Igen, mert tehát ugye két monitoron előttünk, és az egyik az nagyon messze van a igen, másiktól. Igen. Befoglalt mindent. Igen. De tényleg, mondd beültem a két monitor közé, tehát kimondottan jól sikerült, egyszerűen mondtam azt a jobb oldalt nem lehet megtartani. Amúgy ott van még a grill, lehet, hogy a grillét le kéne fedezni. Akár főleg, hogyha rájuk esnek, akkor tudsz sebezni. Igen, 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 azért akarok. Ilyen vézékkék, meg ilyesmik. Így látnak. Azt a rót. Azért ez egy brit ágyú, tehát ezt kéne tudnia hivatalból.
Csak nekem nem tudja ezek szerint. Vagy nálam nem működik ez a tank. Sokan esküsznek rá, hogy egy igazi állat randomban. Jó, amúgy én szeretem. Kipittyeg a grillet, de a grillet látják bal oldalról. Az nem jó hír. Aha, te a kapat én 44-ig folyamatosan, de tényleg lehet ott valaki. Pat helyzet. Kimondottam. Másik oldalt meg az előnyomulásunk egy picikét abban maradt. Várható volt, hiszen azt a előnyomulást itt simán megfogja bármi. Kár értük. AMX M497 vette ki a protót, tehát ő van a várban. Minimum. 49 liberátor, de nagyon jó volt a szám. Mit mondtam? 97-et. Eddig sem volt jó. Nem érdekel ezek a... Nem baj, tanktípusok azok. Néha trükkösek egy kicsit, és észrevettem. Mi a 4-es szám timmelt, meg az AMX, az aha. M4 is. Az is jó volt. Igen. Mi van közben? Én azt csinálom amúgy, de most mehetnénk azt, hogy gondolkoztam, hogy emlék jobbra megtolni azt a heavy-s részt, de túl sokan voltak ott, ad egy, nem tudnék kérvényesülni. Kettő, nem lehet áttolni azt a részt, amit az előbb elmondtam. Balra nem lehet elmenni egyedül, mert ha elmegyek, akkor keresztűzbe kerülök. Ha ott van a grill, akkor szintén keresztűzbe kerülök. Tehát az egyetlen logikus megoldás az, hogy segítek a grillének, és nem pattanok le a vízéről, bassza meg. Mind, hogy basszus. Trek megette. Meg. Mind megette a trek. Az objekt közben ott lövöldös. Úgy a jobb ez a monitor, mint a másik. Igen. Most amúgy azzal az FPS-sel játszol, amit látszott felül. Aha, az tényleg jó. Úgy vagy. Van Arti? Van. Amúgy, hogyha az F-t ír... pont. Wow. Mi az? 6-os? Aha, 6-7. Úgy használom a izet. El akarok menni az FA Heavy TD-ért. Az E4 fele. És akkor ha az megvan, akkor az M4-t még le kell tolni. És akkor a protó egyedül van nagyjából, addig az oldal el fog esni, és talán vissza lehet érni. Hanem azt mondom, hogyha nem megy ki semmi ki az egyes oszlopban, egyedül már nem lehet kimenni, akkor simán körbe jönnek, és ez egy nagyon-nagyon nagy gyenge pont lehet. Mi van? Tényleg. Van Arti, boom. Volt Arti. Van, javasolom ez. De trekkelted legalább, ha jól hallottam, hogy most nagyon csilingeltet valami. De jó, hasznos. Na. Mert hittel vagyok éppen is. Teszik fel rendesen azt a trekket. Ezt szereti nekem takarodj. Csinálni. Jaj, neked nem az ötötön van a... De az ötötön van. Igen, de nekem a billentyű, vagy mi ez, egeremen van és azt nyomtam egyből az egeret, és aha. Nem csinált semmit, és nem értettem, hogy miért. Azt rájöttem, hogy ez nem az. Ha? Mondjuk az a 1200-es, az egy kicsit kiábrándító volt. Benne van. Felé. Nagyon szar helyre mentünk, ahol az E4-on ott lehetett volna jobban torjozni amúgy. Tovább kellett volna kempelned kicsit. Nem, az a baj, hogy nem ismerem ezt a pályát, mert ide évente kétszer vagyok. Aha. Tényleg. Aha. Full hit. Na, az ötlet nem volt rossz. Na, lövézek meg egy kicsit, meddig maradsz? Hogy mérsz azután? 31 van. Én szépen elköszönök, szerintem nézem, még visszanézem a csetet. Jó. Nem adtam el a lövédet, meg mondták, hogy adjak el neked a lövédet, meg az elfelejtőt. A szemét nézők. De csak vicceltek, de nem adtam el semmit, és azért nem adtam el, mert előbb elindultam a csatába. Ja, értem. De vissza tudtad volna nézni. Van még valami amúgy, ami mai napra kiadtunk esetleg? Pályelemzés volt, lövelemzés volt, reményjáték volt. Aztán jó. AMX30-ról vélemény. Leopard egy ilyen jobb. Azt írják itt. Ez jó az a pól, ami kéne nekem. Új AMX30-ról vélemény. Uh-huh. A Leopard egynél jobb. Az AMX30 B-re gondolunk most? Lehetséges. Az AMX30 B nem lesz jobb, mint a Leopard 1. Lőve fúlt gold lőszerrel minek?
Fölösleges, tehát sima Alpival épp először sem voltak, akkor nézd meg ilyen 7-es-8-asban. Vanita, ezt a pólót kérem legyártatni, jó? L-es pólókat hordok, köszönöm. Mars beégett egy E25-et, amúgy tényleg? Tényleg, mert játsszál vele akkor. Nem, de várj, ez a pályán szerintem én viszont nem fogok elmenni Heavy-kel, mert felmegyek oda és sniperkedek. Sniper fiatalember vagyok. Na. Én elköszönök tényleg tőletek. Jól van. Én tényleg már ennyi voltam. Úgy érzem. Örültem, hogy jöttél. Jól van. Lesz, remélem, még találkozunk. Általában szerdánként szoktunk. Kivéve, amikor beteg vagyok, vagy nagyon dolgoztam. Pénteken jó adás nektek. Meg majd összerakom ezt a skill-es tucot. Jól van. Utána nézek, és ezt összerakjuk, mert szerintem egy nagyon izgalmas téma. Meg majd a pályabemutatás is kitalálunk egy új pályát, meg meg lesz egy szavaztatva. Jó, jó. Hogy ti mit szeretnétek látni. Tankok hallani. Közül? Ja, mondjuk nem tudom, hogy milyen tankjaim vannak, mi? Nem, nem. Wow. De nézhetünk ott, ami az én akkomon van. Nekem úgyis jó. Legalább látok egy-két újdonságot. Neked van egy csomó tízesed úgyis, nem? Mert azok közül is kiírhatnánk majd egy szavazást. Legközelebb majd, amikor tudok mondani, akkor kommentálom továbbra is, hogy GB hogy játszik. Mert hogy tényleg sok mindent nem tud csinálni közben, csak nézni, meg így cuttingot. De ennyi. Kíváncsi szóval... vagyok, hogy a tényleg megkérdezés, hogy lőttel itt, de... Tényleg elköszönök is. További jó, maradjatok, akkor... nézzétek GB-t, ahogy játszik. Sokkal jobban fogja tolni, mint én. Mentségemre szóljon nincsen, és ez a legjobb kifogásom jelenleg. És jobbat nem is kell, összeraknom, úgy gondoltam. De mit nincsen? Mentségem arra, hogy miért játszottam az előbb olyan rosszul. Ja. De ötöttem, hogy nincs rá szükségem most. Se. Még szép, hogy nincs. Bannita meg, majd megbeszéljük az... Igen, én a legjobb, persze. A saját streamen majd megbeszéljük azt a pólós cuccot, jó? És nehéz dolog. Na jó van. Sziasztok, örültem. Hello, további kellemes napot. Pénteken én nem leszek, GB lesz, és... nem leszel. Pénteken nem vagyok, Győrben vagyok, megint MSZ-ék érzésem. Tudod, én közben dolgozok és tanulok. Berángatlak téged ide. Kikérlek izével. A... Mondtam, hogy a izével, igen. Mondtam, hogy majd a GB-vel jössz streamelni, hogy egyből elengednek. Ah, persze, igen. Sőt, szerintem meg is adják neked a diplomáért, mész most. Hát már van diplomám, egy másik. Meg adják a második diplomádat is egyből. Jó, úgy legyen. Csak mondanod kell, hogy a izért, tehát a GB-vel kell streamelned. Jó, na jó van, örültem. Én sziasztok. Én is örültem. Holi. Négyes vagyok. Aha. Szuper. És még az én hangom is megmaradt hihetetlen. Szerencsére ezt nem hallják a nézők, nem hallják a nézők. Ne, hogy lekeverjél engem. Annyit mondtam, hogy az ő hangja is hallik, és én annyit mondtam, hogy sajnos azt hallják a nézők. Sziasztok. Megfelel. Teljesen jó. Tegényben kezdve nem tudtam előni miattan. Most már igen. De hallották? Ah, nagyon szemfülesek ezek a nézők. Mi van itt? Nem is nézek ki, basszus, mert elkezdtek lőni kapásból. Milyen füleset van, azt még kérdezik. Azt látom, de nem tudom pontosan. Nézd meg, nincs ráírva amúgy. Audio technika, ennyit tudunk róla. Hát, kösz. BPHS1. BPHS1. A típusa. BPHS1 audio technika. És abból kettő. A kamerában mutasd meg. Elméletek, az fókuszál ilyenkor. Ha. Hát remélem. Megnézzünk egy OBS-t mindjárt, ha ki tudok altabozni. Úgyhogy... Ja, látszódik. Na, ez a fajta van. Jó? Nagyon jó fejhallgatók amúgy. Jó, csak nem 15-3 lesz ebből a meccsből. Ne csináljátok ezt velem. A VK pont felspottol, de már jönnek itt a lightok is, ahogy látom, meg az a pilóta is próbálkozik lövöldözni. Szerencsére kiszedtük. Ajajaj, itt egy isú. Isú, misú, isú, misú. Bisú, misú, misú, misú. Jó sok a töltésidő, basszus kulcs. Nem tudom, mi legyen. Várjunk, ne várjunk. Ciao. Köszi még egyszer.
Köszönöm, neked meg jó pihenést. A lőve hátulján jól mutatna egy spoiler, hát amilyen gyorsan megy, igen, mindenféleképpen kell, hogy leszorítsa a levegőt, áramvonalasabban siklódjon az a tank tovább. Kíváncsi leszek, hogy ennyi sebzéssel, verességgel mennyit fog hozni a lőve. Mindjárt meglátjuk. Én pedig addig kiteszek gyorsan egy csetet ide magamnak, mert most nagyon messze van. Meg pozícionálom magamat ide középre. Még igazából itt teljesen fölöslegessé vált ez a webcam. Pillanat. Türelmet. És... külön ablak. Ez az, ezt kerestem. Nagyon jó. Szuper. Tökéletes. De nézzük, mennyit kaptunk a lővével. Vereséggel, 2600 sebzéssel, én voltam a top sebző amúgy a csapatban, úgyhogy közben Marsit hülyéskedett. Hát tisztán egy olyan 60 ezer körülbelül, picit kevesebb, mint 60 ezer. 50 ezer környéke. Majd leveszem háborra mútot, ne izgulj. Lesz véve a dolog. Ugye ezt a csatafizetséget ki kell vonni belőle, mert ez csak ilyen klános bónusz. Mert ezt amiatt kaptam. Mit szólnátok egy ilyen tank kéréshez, hölgyek, urak? Szóval milyen tankot látnak szívesen a live-ban? Megyek egy kört egy általán választott tankkal, aztán pedig választok még egyet, vagy egy random választunk egyet, nem tudom, meglátjuk. Viszont szerintem csinálok valamit ezzel a webcammal, mert ez így nagyon-nagyon nem jó. Visszaveszünk a méretéből. Nincs most ekkora szükségünk. Ennél ez egy picit nagyobb legyen. Bemászok ide középre. Ezt áttoljuk ide. Csak ez így nem jó. Ez valahogy így akar lenni. És valahogy... nagyjából ez így jó. Remélem. Vagy nem. Pillanat. Változások vannak folyamatban. Ez kell nekünk most. Tökéletes. Így. Nagyon jó, és még eljövök erre egy kicsikét. És akkor elméletek mindent láttok. ISH Type 5 Heavy T-34. Tényleg az E-25-ös igazatok van. Azt Mars megígérte, aztán nem is tartotta be. Na, így most már jó lesz a dolog. Nézzük meg, mit tud ez a csoda tang. Ha valaki nem ismerné ezt a járgányt, akkor régebben nagyon jó híre volt, most már azért egy picit vesztett a fényéből, úgymond. Ugyanis a rengeteg újfajta prémium tank azért lemosta a poronról szegénykémet. Elképesztően jó álcértékekkel rendelkezik, illetve baromi jó a tűzgyorsasága. Hogyha megfigyelitek, akkor lehet látni, hogy 3100-as a DPM-e, azaz átlag sebzése percenként. Ez csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy egy TR-10-es szintű közepes tank értéke. Ugye átlagosan orosz modeknek azért több, de jó pár 10-es szintű közepes tanknak ennyi a tűz gyorsasága. 2,5 másodpercenként lő. 150-es alfával talán? Nem, 150 a páncélt, hogy mindig összekerülöm ezt a kettőt. 135-ös az alfa sebzés, és 150-es az átlag átütés. APC-re pedig 194-re növekszik ez az érték, ha jól emlékszem, és jól emlékszem. Na szóval le. OBS-t áttettem ide, úgyhogy már nagyon szuper módokon látom a chatet. Csiti chatet. 10-es light tank. 10-es light tankkal még nem rendelkezek, de dolgozok rajta, hogy egyszer sikerüljön összehozni egyet. Én az Erhán Panzerre gondoltam, hogy azt kihúzom, nem tudom mennyire jó ötlet, az sokan szidják amúgy azt a járgányt. Személy szerint nem látom annyira fontosnak a DPM-et, mivel ritka az, amikor folyamatosan tudsz lőni. Azért lehet olyan helyzeteket teremteni, főleg az E25-össel, aminek a mobilitása megengedi azt, hogy különböző pozíciókat vegyél fel a játék különböző szakaszaiban. Szerintem meg lehet keresni az olyan helyeket, ahol tudsz lőni folyamatosan megállás nélkül. 2 darab tüzérségünk van az ellenségnél, úgyhogy azokkal majd vigyázni kell erre a helyre, előszeretettel lövöldöznek meg, szűkülgetnek.
úgyhogy egyedre várunk itt egy picikét. Ez a pozíció akkor jó, hogy a csapattársad is valami szinten veled vannak, tehát lehet látni, hogy most jó sok csapattársam jött errefelé, úgyhogy én is ezt a pozíciót választottam magaménak, például itt a nehéz tankot lehet lövöldözni, amikor éppen átmennek. Egy tigrisegyest meg is sikerült lőni egyszer, cserébe viszont nem spottolt fel, ez egészen szerencsés, amúgy lehet látni, milyen brutális álcéltekekkel rendelkezik ez a 7-es szintű prémium páncélvadász, amúgy már nem lehet megvenni, utoljára tavaly karácsonykor a kalendárban 24-én lehetett megvásárolni, tehát december 24-én karácsonykor, ha jól emlékszem, hogy talán 23-án, ebben most nem vagyok biztos, de a karácsonyi legutolsó ajánlatban volt benne ez az E25-ös. Elég durva volt, ugye, mert a Wargaming úgy fogalmazott egyszer, hogy nem fogják visszatenni ezt a tankot soha többé, de így mégiscsak visszakerült. Egészen pontos maga az ágyú, illetve baromi gyorsan tölt. Az AT-7 elől visszavonultam, ugyanis nem akartam fölöslegesen lövéseket levenni. Lesz még időnk majd lövöldözni bőven. Azt a mindenit. Azt begyel mindenségét, a KV-2 jól levágta onnan a spotter tankunkat, az LC-t. Elég durva. Azzal az AT-7-tel érdemes lehet valamit csinálni, megpróbálok felmenni itt és tolni egy ilyen gyors spottot, de ez nem volt elég szufla ebben a manőverben. Biztos, hogy lesz az idejében is? Honnan tudod? Honnan tudod? Csak nem véletlenül wargaminges munkatárs vagy. Nem tudom, hogy lesz az idejében, amúgy elképzelésem sincsen. Ugye T-67, azt megvehettem volna, hogy nem akarom. Ez egy kicsit agresszívabbnak kéne lennem, és tényleg lemehetnénk a T-67-re. Az AT az most pont nem lát ránk, úgyhogy... ja, vagy ránk lát? Nem lát ránk. Szerintem még meg is öletném a T-67-est, aztán pedig el is jöhetnék innen, vagy visszajöhetnék akár. Valami ilyesmi. Auto target, bada bum, bada bim. Jöhet nekünk az M4 is, nagyon jó. M445-ös uraság. Nem kell megállni egy helyben amúgy. A KV-2-től félek, ugye, mert a trollágyival egy lövésből ki tud vágni. Meg akár 830 HP-ról is. Elképesztően beteg az a Stalin fütykös. Érdemes vigyázni vele, főleg ilyen papírtankokkal, mint az E25-ös. Ujj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 
picikét nem nagyon. Lehet érdemes lenne elmenni és visszalőni őket, legalábbis megpróbálni. Nem volt rajtam spot, de a grill meglőtt, nem tudom ezt hogy csinálta. És leg felspotolt, és nem vettem észre. Az is lehetséges, hogy az se kizárt dolog. Na most érkezett rám a spot, nem tudom hogy kitől. Remélem a KV2-től. T38-45 M-től. El is vitte magával a izemet, a parancsnokomat. A bát is mindenféleképpen vissza kell lőni. Az arték pozícióját meg kell bejátszani, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, picit cikacikázunk, hogy ne tudjanak ellőni a tüzérségek. Tyú, az a pozíció baromi jó lenne, de nem tudom, hogy elég gyors vagyok-e hozzá. Ajajajajaj, csak óvatosan, GB, csak óvatosan. Megpróbálnék egy olyat, hogy átmegyek oda, és ott nagyon jó bokrok vannak amúgy. De ahogy látom a Panther M10, vagy a Tigris se a Panther M10 se arra ment. Erre a pozícióra gondoltam amúgy. Én nagyon szépen be lehet látni az egész terepet, de a Panther M10 túl közel van. Mondjuk talán ez a bokor ad némi fedezetet. Track megvan, tracken kéne tartani az úriembert, nagyon jó. Viszont a spot érkezett sajnos. Miért be fogok kapni legalább két lövést, vagy akár hármat is. Szerintem a T-50 Heavy nem lőtt el. Meg valami őt is megölni DPM-ből. Nem tudom, leesik-e egyáltalán a spot rólam. Mindenre se sikerült megsemmisíteni, nagyon jó ügyesek voltak a tüzérségeink. 7-10 az állás. Kéne még nagyjából egy 1000-es sebzéseiteket kipasszírozni magamból, ami szinte jelen pillanatban lehetetlen, de megpróbáljuk. Amúgy ennél a tagnál két kill és azt hiszem 1680 sebzés az unikum stat, ha valakit érdekel. Ezt így megijesztem magamnak, és mindig próbáltam is tartani az 1600-os sebzésértéket egy meccsben. Tehát a HP-nak a kétszeresét kell lesebezni egy körben az EU-25-tel. Nem túl egyszerű amúgy. Főleg, hogyha nagyon jól lózik az ember. Jó, nagyon ügyes a Cromwellünk. Szét fogja szedni az ellenséges T-38-5M-et. De ahogy látom, ő is kapja cserébe az ívet. Gyönyörű. GG.
egy tankkal kevesebb, és egészen kiélezett a helyzet. Ugyanis az ellenséges KV-2-ben alig van HP, a Tigris az még bőven rendelkezik életerővel, úgyhogy vele vigyázni kell. Aztán visszamegyek arra a pozícióra, amit az előbb játszottam be. Csak valahogy máshogy kéne oda felállni. Basszus, ezt elcsesztem. Ha most nem halok meg, akkor soha. De a Tigris valamiért inkább a tüzérségünket szedte ki. Megvárom, még beljebb jön hát, hogy ki tudok úgy tolatni, hogy nem spottol fel az a cica-mica. És beállt egy olyan helyre, ahol nem tudom kilőni, és elkezdett foglalni. Talán az Artin megleckészteti. Nem jó ötlet fákat döntögetni, Gébi. Lehet, hogy a legrosszabb ötlet. Ja, megöltek a tüzérséget is. Hát akkor így jártam most. Ide megyünk, aztán meghalunk. Ez van. Mondjuk levárhattam volna az ATK-ot. És akkor lehet, hogy őket lehetett volna lövöldözni. Az jobb lett volna a sebzés szempontjából is, bukó lett volna ez a csata, úgyhogy nem kellett volna visszalőni a keppet. Na mindegy. Így jártam. Ja tényleg, amit még nem említettünk Marshall az előbb, hogyha esetleg van valami ötletetek, javaslatotok, vagy valami meglátástok az adással kapcsolatban, tankelemzések például, ez a skilles dolog, amit valaki bondott a múltkor, az egy tök jó ötlet volt, illetve egyéb hozzáfűzni való kérdés, kérés esetleg, akkor erre az e-mail címre mindenféleképpen írjátok meg info@whatinfo.hu. Amúgy ez megtalálható lent a leírásban is, illetve hogyha van valami jó kis repléjetek, amit szívesen látnátok az adásban, így elemezve vagy hasonló, tehát nem muszáj ilyen nagyon epik játéknak lenni, lehet olyan is, amiből mondjuk tanulni lehet, tehát mondjuk pont nem jött össze valami, pont csak egy nagyon kicsi kellett volna a győzelemhez, azt is nyugodtan küldjétek el, nem csak ilyen, vagy nem csak olyan csatákat szeretnék bemutatni, ahol a csillagok együttállásának köszönhető a győzelem, hanem olyanokat is, ahol mondjuk pont nem jött össze, egy hajszálon múlott a meccs, de azért teljes mértékben oda tetted magadat abban a mérkőzésben. Ez pedig ugye erre az e-mail címre, vagy erre az oldalra válik, ugye ez egy külön volt rekordos oldal, whatinfo.whatrecords.com. Ja, ez is megtalálható lent a leírásban. Illetve van még itt egy kérdőívünk is, úgyhogy ha valaki szeretne beleszólni a whatinfo változásába a későbbiekbe, és szeretne nyerni 2500 aranyat, akkor mindenféleképpen töltse ki. Persze nem minden kitöltő között lesz sorsolva, hanem 3x 2500 arany lesz kisorsolva a kitöltők között. Ezt a kérdőt is megtaláljátok lent a leírásban. Sziasztok fiúk, lányok! Jack Tornak pedig ismételten köszönjük szépen a cheert. Az előző meccs pedig szerintem elbukott útközben. Ja. Érdeklődés irányában elmaradt. Hú, basszus. Sebzésekkel elég csínyen bántunk ebben a meccsben. Legalábbis a csapatunk az egyszer biztos. Ezt kiveszem gyorsan, aztán pedig megyünk még egy kört az E25-esre. Akarok nektek mutatni egy olyat, ahol győzünk ezzel a tankkal. Melyik a kedvenc tankom? Hú, jó a kérdés. Jó a kérdés. Régebben az E25-et és az E50-et mondtam volna. Az E25 az elképesztő OP-sága miatt, az E50-es viszont a nagyon pontos ágyúja miatt, de nagyon változnak az idők. Most itt hirtelen egyben nem tudom megmondani, melyik a kedvenc tankom. Talán a Type 4 meg a Type 5 az ami nagyon bejön a troll ágyú miatt. Nagyon durván OP-ek azok a tankok. Nagyon durván undorítóak és OP-ek azok a járgányok. Ja. Hall is rászok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy jöttetek. Mindenkinek kellemes estét, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmetekkel. Vohájó. Micsoda sok vohájó van itt. Na szóval, jó reg Airfield, sokat szívéztem itt annak idején. Még egy érdekessége az E25-ösnek, hogy sokszor nem érdemes vele TD-s pozíciókat bejátszani. Például itt is egy picit agresszívabb leszek most, és ha nem jön össze, akkor visszamegyünk, vagy... Várjátok csak? Fuck that, nem érdekel. Meggondoltam magamat, bocsi. Azt akartam, hogy felmegyünk oda a... Lightos pozícióra, van az AMX, illetve a
L43-as, de már sokan vagyunk arra a részre, úgyhogy inkább visszavonulok ide hátra. És nem játszom, pedig bejátszhatnám ugye a sebességem véget. 65 el tud menni, ezek is aranyos, és simán el lehet érni egy ilyen pozíciót, amit mondjuk egy közepes tankkal, vagy éppen egy könnyű tankkal játszana be az ember, és sokszor célra vezető, főleg, hogyha sebzés orientált az illető. Tehát a sebzésre megy inkább az úriember, vagy hölgy, vagy aki szeretne játszani ezzel a tankkal. Kinek mi? Kinek a pap, kinek a papné, igaz? Semmi jó med. I don't know. Az Object 140-esre leszek kíváncsi, most fogom kifejleszteni, úgyhogy nagyon érdekelne, hogy mit tud az a tank a gyakorlatban, ugye? Miért istenítik annyian? Hello. Mondjuk ezt is csak én tudom megcsinálni, a Challenger-t. Láncol lövöm. Bejegy kellett volna engedni ezt a fiatalembert. Az a Type még jó helyen van. És még egy jó tanács, hogyha... Ennél a tagnál mindenféleképpen várjátok meg azt, hogy beszűküljön az ágyú, különben nem fog találni a lövés, vagy jobb esetben talál, de az nagyon ritka amúgy. Szóval nehéz ennek kedvenc tankomat megválasztanom most jelen pillanatban. Nagyon változik ez a játék, nagyon változik a meta. Bejönnek új tankok, jönnek a defenderek, super heavy tankokat nerfelik, vagy először buffolják, aztán nerfelik. Tehát például az a 3200 HP-s Mauz az nekem nagyon bejövős volt a 9 másodperces reloaddal. Viszont most, hogy lenerfelték, most már úgy nem tudom. Nem tudik így se rossznak, de nem tartok rá igényt jelen pillanatban. Persze a VK-t húzom, de azon kívül nagyon másra nem szeretnék elmozdulni abban az irányban. Megnézzük ezt a részt is, hát hogyha lehet innen valakit lőni. Ez is egy jó TD-s pozíció amúgy. A VK-t talán kispottoljuk innen. Hát azt nem is kell, az itt volt végig, az kemény. Nem spottolt 300 méterről. Elég durva az álcaértéke ennek a tanknak. Nem, de az E25-ösnek. Hoppa, hello. Hát igen, a 0-3-as pontosságnél szeret trollkodni. Amit azért nagyon sajnálok. Mi történt itt ezzel a résszel? Ja, támadja az Arting, és annak volt ilyen tök bizarr sárga csík oda. Beugrott a semmiből. Megyek, segítek lerohanni az ellenséget, mert kéne egy kis sebzést magamba szipkázni. Nem ártana legalábbis. Skodát le kéne szedni. Hú, ezeket itt szépen visszaverték a csapattársainkat. Skodát kiszedjük gyorsan. Aztán jöhet a T-35-em. Nagyon szép volt. És még van valahol egy nashorn, valószínűleg itt lesz hátul, meg egy tüzérség. Azokat most már illene megölni. Picit lehet-e volna agresszívabb is amúgy jelen pillanatban. Azt hiszem úgy, hogy sokan el fognak jönni itt oldal, de az pont nem így történt. Az Arti. Minden igaz, ez három lövésben meg is lesz. Két lövésben jobb lett volna, de nem így adta az RNG. Nagyon jó. És még a Nashornból kéne kiszedni jó sok HP-t. Vagy legalábbis annyit, amennyit csak tudunk. Megyek egy kört a VK-val, a 8-as VK-ra. Gondolsz, mehetünk vele, persze. Nagyon szeretem azt a tankot amúgy. Elképesztően jó, nehéz tanknak tartom. Hol lehet ez a Nashorn? Ott lesz bent hátul. Nem hiszem, hogy itt. De is itt van! Hát ezt nem hiszem. Mi a franc keres itt a Nashorn? De mit csinál szegénykém? Most tudja, hogy mi van. GG. Mindegyik nehéz tank kapott buffot az E100 és a 128-as ágyújának a töltésén csökkentettek valamennyit, de amúgy páncélzott buffot nem kapott az E100-as. Csak a kis ágyú kapott egy kis töltésidőt. Szóval azon kívül nem volt azon semmi sem buffolva. Na, menjünk egy kört akkor ezzel a 8-as VK-val. 1001P-vel nézzük meg, hogy mit tud a gyakorlatban.
az egyik, hanem a legópébb 8-as szintű tank, talán nem egy kifejleszthető. Kifejleszthető tankok közül talán ez a VK az, ami a legópébbnak mondható. Na szóval. Egy darab tüzérség van, az egy GV Panther, de ennek ellenére szerintem ezt a helyet fogom bejátszani. Meglátjuk, mi lesz itt. Erről a VK-ről azt kell tudni, hogy nagyon cseles a kupolája, nem mindig gyenge pont. Tehát ilyen 220-230 mm átütés alatt nem gyenge pont konkrétan. Tehát egy IS-6-tal, vagy akár egy KV-5-tel szerintem lehetetlen belőni AP-lőszerrel azt a kupolát. Igen, vicces lenne, hogyha az E-160-nal menne. Azt hogy megnézném. Mókás lenne vele rammolgatni, meg ilyesmi. Tényleg kéne ilyen mód a VOD-ba is, mint ami az Overwatch-ban van, hogy lehessen állítgatni a tankoknak az értékeit. Ott van olyan ilyen no-gravitáció, meg ilyen dolgok. Tök jó lenne, hogyha mondjuk lehetne állítani rendesen a tankoknak a végsebességét, meg a HP-ját, meg ilyeneket. Tehát tök jó lenne mondjuk ilyen 100 000 HP-s mouse-t létrehozni, ami 60-nal megy, meg ilyenek. Tehát lenne ilyen gyakorló, ahol testre lehetne szabni a tankokat. Összetem tökre fán lenne, meg tök jó fán gémek lehetne kihozni belőle. Jót tenne amúgy a community-nak. Wow, ez szép lövés volt amúgy. Azok gondolok, azért megjavítsem-e az üzemanyag tartályt, mert lehet, hogy a következő lövésnél kigyújtanak miatta. De majd meglátjuk. 452-es lövésre nyitjuk ezt a mérkőzést, az ellenséges Stalin az, amit sikerült egy kicsikét megcsípni. Hoppá, ott viszont egy RH-m ólálkodik, őt mindenféleképpen meg kell most lőnünk. Nagyon jó, 463. Hihetetlen jó, jó is lenne eltüntetni azt az ellenséges 8-as szintű páncélvadászt. Ha betöltene ez a csoda ágyú. Nem lesz elég gándepem hozzá, úgyhogy azt most elengedjük. Ja. Sajnos nem volt elég ágyú sűrésem hozzá, és erről beszélek, tehát most is a kupolámat próbálta meg előni az ellenséges IS-3-as, de nem jött össze neki. Még próbálom úgy dönteni a tankomat, hogy ne tudja beütni. Az alsó lemez, nem is engem lőtt. Wow, mondjuk az AT-nak szép nagy az átütése, úgyhogy ő tudám penetrálni rendesen. Ezzel kéne csinálni valamit, nem tudom, hogy beütöm-e egyáltalán. Ott valahol vagy ilyesmi. Muszáj ezt egy picit visszavonulnom. Csú, az elképesztő, úgy így bevágja az alsó lemezt. Szerencsére a tüzérség segít bőven. Próbálom egy kicsiket risszaliszálni a tankomat, hogy előjebb a kupolát egyből az IS-3. Visszamegyünk innen, mert nem állunk valami jól. Az art is megállás nélkül bombáz minket. Nem tudok visszatolatni, mert az alsó lemezt védelmeznem kell. Na mindegy, így jártam. APC-rel bőven belőttek. Amúgy nem értem, hogy például a másik, nem tudom mi az IS miért arra ment, meg itt az IMX-ek mit csináltak hátul, de valamit biztos csináltak. Sajnos ez a játék nem úgy jött össze, ahogy én akartam. Meglepő volt, hogy az AT ennyiszer beütött. Mennyi átütése van annak? Nem is figyeltem. Az a 8-as AT? Ja. Gondolom jó sok és baromi gyorsan tölt mellé. Az jól megszivatott most. Na, szerintem ezzel a VK-val fogunk menni még egy kört, de majd meglátjuk. Azok gondolkozok, hogy mi legyen a következő járgány, amit ki... Lehet artizom kéne egy kicsikét. Mit szerintek egy artis körhöz? Szerintem ebben az adásban még, tehát a Votinfo tévés adásban nem is artiztam. Megvan nekem ez a 9-es csodagép, és már nem sok kell a Conquenorhoz. Úgyhogy kéne már ezt is fejleszteni. Konkrétan 46 000 XP. Az, amire szükségem van jelen pillanatban a 10-es artihoz. Azt a mindenit. Hát ez mókás lesz. Legalábbis egy leosztás szempontjából. Jó sok érdekes tank van. Becset, Leopard, egy grille. Ezeket szerencsével mind lehet penetrálni. Az IMX-t is be lehet lőni. Becset AP-t is be lehet lőni. Hát az esti elvét annyira nem. A Root meg a Lightweight-et is nehezem. Az AT-1K HP-t lefarmolod, de észrevettem igen én is, hogy az AT az jól megszivatott minket. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan lő, amúgy ez a megállás nélkül így pek 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 küldt
kivette magából az áldást. Tehát ott legdurvább, hogy mind penetrált. Tehát meglepő volt, mert ő följebb állt, ugye, és az alsó mezben tudta így penetrálni. Sima AP-lőszer, az meglepő volt amúgy. Arra gondoltam, hogy nekem van előnyem, ugye, mert én látok rá fölfelé. Ilyenkor az alsó lemeznek a szöge egy picikét megdől, és akkor ezáltal vastagabb rajta a páncél. Tehát bőven egy olyan 220-230 mm fölötti átütéseket kapott az AT akkor. Még ha nem is annyi az átlaga, de annyit kapott. Na nézzük, az Artis szkijjeim működnek-e még. Lehet, hogy a T49-es tol nekünk ide egy spottot. Jelzem is neki, hogy lövöldözök itt valamit. Itt megy fölül a GMX-es. Valami piciket lassabb tankot érdemesebb lenne előnni, de megpróbáljak ezt is. Az úriembert eltalálni, hát hogyha összejön, vajon feljebb megy, itt nem tudom. Összetapossa vajon a tököket, vagy sem? Összetapossa a tököket. Csak egy picikét, STRV tökéletes. Az nem mozog olyan sokat. Hú, brutális ez a szűkülésem, úgy még le is trekkelték. Ez lehet nem talál. De telébe lőttem azért az STRV-t. Az igen. Gyorsan vége lett annak a 9-es szintű T-54-1-nek. Táras amerikai közepes tank. Egy táras 105-ös ágyút kapott, ami elég ritka a játékban. Kevés táras 105-ös ágyú van. Főleg ugye 390-es alfával. Habár mondjuk most az IMX-en buffoltak, úgyhogy azon már van ilyen nézős kerül ellőni. Pont nem. Csak splash-eltük. Ó, nagyon jól lövük a 12-es tanunkat, tökéletes. Hoppá, ott az E3, az egy tökéletes célpont nekem. Fel kéne törni, hogy esetleg a grillét. Pedig tudnánk átlagon felülsebezni, de azt úgy gyors, mert most megállt pont. Nem tovább ment. Most megállt megint. Megpróbálok egy olyat lőni, hogy mind a két tankot eltalálja. Lehetséges, hogy az összejön. Meglátjuk. Na nézzük csak. Hát, ez nem jött össze. Az E3 szerintem nem kapott belőle. Nagyon felülcsapódott be az a lövedék. Nézzük, hogy ezt a kis aranyost el lehet lőni. Lehet látni, hol döntögeti a házakat. Na, vagy őt kapjuk el. Ő is jó lassú, amúgy tökéletes. Tökéletes célpont a tüzérségünk számára. Érdemes mozogni lövések után, ugyanis az ellenséges tüzérek előszeretettel counteröznek, azaz nézik a tracert, ahonnan lőttél, és előszeretettel lövöldöznek oda. Na lássuk, mi lesz ebből. Az AMX talán tol nekünk még egy spotot. Itt megdőlnek a fák. Lehet érdemes lenne lőni egy-két randomot, vagy blindot pontosabban. Ott a grillém, meg ott az E3-osom. Nagyon jó, csak szűküljünk rá. Hú, ez a szűkülésem úgy kegyetlen lett a tüzéreknél. Ügyes az E3 amúgy. Trükkös. Most pont ki is cselezett szerintem. Ja. Nem egyből indult meg előre, hanem megállt egy kicsikét. Hú, a várost elég durván felemésztették amúgy az ellenséges játékosok. Jó, de most egyetlen lesz, de nem fogok betölteni addig. Az E3-at vegyük kezelésbe. Oda is. Ez mi a szar? Azt a rohadt élet. Hesses úristen itt neki. Ez ami 1800-at pukkantott az FV-vel az E3-ba. Azt meglepődött egy kicsikét. Az egyik legjobban páncélzott tank a játékban. Jézusom, mik ezek az FV-k? Jesszusom. Nem semmi. Na, mindjárt kinéz a Leopard, az is kap egy 1900-asat, figyeld meg. Na, hogy lőttem, lövölt, vagy ha hallottam, akkor lőttek az F-ék, és mellé ment a dolog. Talán elcsípi? Nem, nagyon fölé ment, fenedje meg. Van bia, igen. Van bia, az Artin. Meg ilyen szuperszonikus Artis képesség, mint cél megjelölő, meg ilyenek is vannak.
Mondanám, hogy tapasztalt artist vagyok, de akkor hazudnék. Azt pedig nem szeretném. Ide pukkantunk egyet, csak a mihez tartás véget. Ha bemegy, akkor pont jó. 33. Pedig egészen közel robbant. Lehet csak, hogy inkább ezt a 13-osat kéne meglőni. Hogy a Leo egyet, nem tudom. 13-mal már foglalkoznak, úgyhogy megyünk a Leónál. Azt a rohadt élet, jesszusom. Ezeknek az FV artinak konkrétan egy nedves álma vált most valóra. Ilyen 1800-akat lőnek meg, ilyen hihetetlen. Állok és nézek ki a fejemből. Nem értem, tök jól csinálta az a tortoise. Pont egy másodperce, kereken egy másodperc kellett volna, hogy meglőjem. Nem mindegy. Én nem bírom egyszer meglőni, mert nem látok rá. Spot meg leesett, tökéletes. Ez is csak splash-elt, a fene egye meg. Ja igen, az adrenalinrás, az egy OP képesség Artinál. Azt CV-n csináltuk, hogy a saját tüzérségi idegeinket lesebezték ugye 10% alá, és sokkal gyorsabban töltött az Arti, az egy fontos taktikai húzás amúgy. Vagy valami, és nem tudom, ide lövök egyet. Á, nem ott megy. Azt hiszem, hogy itt fog kimenni majd a kis mauszka. Pici mausz. Na nézzük csak, mi lesz itt. Na, van még 6 másodpercem rá. Kár, hogy Mars nincs itt, és nem látja, hogy milyen jól artizok. Tetszene neki. Legközelebb ráveszem, hogy artizon egyet. Nem akartam előni, mert ezt nem talált volna. Itt jön valaki amúgy. Ott döntögeti a házat. Ja, az lehet, hogy splash-elt, vagy ilyesmi. És splash-ből sebzett egy picikét. Halli srácok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy jöttetek. Kellemes estét mindenkinek, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Hogy ebből mi lesz, ezt nem tudom. Nagyon pat helyzet alakult ki. A teknőst kéne megbüntetni, minél előbb annál jobb. Szerintem már rég visszament innen. Legalábbis visszáptolatott. Megnézzük. Oda pukkantunk egyet. Hát ez nem is talált, jó van akkor. Klikkelkedsz most akkor jó vagy, a rossz vagy 93. Én 93 vagyok mindig is. De jó is, és egyben rossz is. A csapatomnak jó, az ellenségnek meg rossz. Nem volt túl jó ötlet, nem mindegy. Egyből el akartam magamat lőni az Emil 2-re. Abban a másodpercben, ahogy megláttam. Az Emil 2 talán meg tudom lőni még egyszer, majd meglátjuk. Elkezdett tárázni, most lehetséges, hogy eltalálom. Ez az 407-es teli találat. Tökéletes, mondhatni tökéletes. Megyek egy picit előre, mert félek, hogy megölnek. Az elesekes arti kiszed egy lövésből. Tolta is szerintem ki fogom tudni splash-elni. Lehetséges, hogy ennyire nem adja be. Jelzem is a csapatnak, hogy lőni fogom a kis aranyost. Ah, szép. Pedig talán még splashből is meg lett volna. Ellenségnek jó, mert elvetel a helyet egy M53x55-től, az egy baromira OP arti. Az elképesztően jó az a tüzérség amúgy. Hát ez meghalt. Töltöttem egy ilyen prémium robbanót, mert ennek sokkal nagyobb a robbanási sugár, és figyeljétek meg, hogyha mondjuk most pont oda megy, ahova kell neki, akkor ez szép nagyon sebzett. Ennek ha jól tudom, akkor ez pont nem írja. De általában jóval nagyobb az a sugár, amiben robban és amiben sebez is egyszerre. Tehát szép nagyokat lehet vele splash-elni.
Ahol kapott is az Emil 2. Kapott abból a lövedékből. Be tudunk ide lőni egyáltalán? Hát, nagyon nehezem. Házat fogja eltalálni, szerintem nem a házat talált el. Hoppá! Engem spottoltak, ami nem jó. Ami nagyon nem jó. És hogy töltök egy ideig, basszus. Szentről elemére megvéd engem. Nem fog megvédeni. Talán. Megölt a becset. Fenegye meg. De ennek következtében szedem a becsetet, meg fogja tudni ölni a Centurion. Ami jó, mert nagyjából megnyertük ezzel a meccset. Na most mondjatok ti egy tankot. A TOK 2-t ne, TOK 2-t kivéve. Valaki mondja valami jó tankot, amit szívesen látna az adásban. Itt van a választék, ebből lehet válogatni. STRV, TVP. Ilyesmik. Mehetünk a Frankennel is. Jó, azzal nem. Mit csinálok? Mit csináljunk? Hiba történt. Ó, na nem mond. A Pisti az E50-es már nincsen meg. E50-ben van. A Rocket 51 meg Leopard. PZ. Melyik PZ? A 4-es? 4-es PZ-re gondolsz? Pici kukackára? Panther 88. Meg az STRV. Tényleg igazatok van. Na megyünk egy kört ezzel a PZ-vel, mert ezt már régebben be akartam nektek mutatni. Ennek a tagnak olyan tier limitessége van, hogy maximum 4-es tierbe teszi a játék. Tehát 5-össel nem is találkozhat. Ez egyik legópébb tier limites tag a játékban, legalábbis szerintem. Nagyon mókás meccseket lehet vele menni, azt kell, hogy mondjam. T30-am sincsen. De látom valaki, sőt két ember is kért Leopard 1-es, úgyhogy a következő az Leopard 1 lesz. Mars kedvenc járgánya. Kipróbáljuk, mit tud az a 10-es szintű német közepes tank. Ki a franc eszik pudingot a teához? Hát az angolok. Nem csodálkozom, mert ők tejjel isszák a teát. Plusz még pudingot is esznek hozzá, gondolom az úgy a tej miatt jó nekik, vagy én nem tudom. Végé logika, a PZB2 nem mehet CR5-be, de a Durbruchswagen meg a Type 95 igen. Hát ez már csak így működik. Amúgy baromi kevés az áttés, ami ezen az ágyon van. Azt hiszem ilyen 55 körüli a sebzés, 52 áttetés, 55. Az APCR sem sokkal jobb, mert amúgy annak 90-es az áttetése. És valamikor bajban vagy ezzel a 90-es áttetéssel is, itt TR4-ben. 3-ban annyira nem, de 4-ben azért vannak olyan dolgok, amiket nehéz belőni. Például egy ellenséges PCB2, azt elég nehéz beütni frontból. Maximum a gyenge pontokon. Meglátjuk, mi lesz ezen a részen. Azt nézem, hogy hol mennek a csapattársaim, de konkrétan itt van a csapatunknak a nagyjából 80%-a, vagy inkább 85%-a. Nem kell nagyon félni ezen a helyen. Itt volt egyszer, hogy 1500-at lőttem ezzel a tankkal, az elég beteg volt. Vagy 1200 volt, hú, emlékszem rá. És volt 7 killem. Az elég kemény meccs voltam úgy. És igen, ez a kis tier, egy picikét szíle klubberkedés, legalábbis én úgy érzem. Bedúgni szerencsétlen kis tankokat. Valentine szerintem sikerült megölni mindjárt. Panzer B2 pedig, ó, lövi az APC-t, azt figyeltem, hogy nem ütött be minden lövésével, de ó, lövi az bőven. Mi a franc? Azt... Konkrétan nem, hogy mondják, ezt nem romboltam le az ellenséges, vagy azt az autót, és emiatt nem jött össze a dolog. Hát ez szívás. Akartam több HP-t veszteni a csapattársaim, szépen szétvették azt a Panzer B2-est, ugye voltak. Mehetünk tovább. Hú, de nagy szerencsém, hogy lepesz rombolóval csak. Tracket lőtt nekem. Érdekes, nem spottolódott fel a Type. A csapattársak pedig engem lő, szerencsére lepattant. Hoppá, azt figyeld, mi jön ott. A Leopárdal nagyon kell vigyázni, mert nagy átütése van. Szerencsére a pénze beállt elém, úgyhogy az itt jó. Legalábbis nekem biztos, hogy jesszus, mi a fene van ott. Kurva isten.
headset kilőve, nagyon jó. Nem is Locust van ott, bocsánat, egy Luxot láttam. Benéztem egyszer-kétszer dolgokat itt. Vissza kéne menni a bázis resetelni. Ah, ez de ügyes volt, gépből gratulálok. Na. Igen, az nem lehet átlőni, nagyon jó. Ho-ho-ho. Lol. Ja, vissza kell menni a bázis visszalőni. Amint lehet. Meg az a Type 95 egy picit aggasztó számomra, na mindegy. Futi-futi. Nem fogok tudni resetelni. Talán a Cruiser nyom valami, vagy hogy kell ezt a tankot majd ejteni. Talán ő tud tolni egy resetet, de nem biztos. Főleg, hogyha a tank nem ezen a részen áll, hanem mondjuk beállt a szikla mögé. Vagy van ilyen kis mélyedés, ahova be lehet állni. Jó, de mi befoglalunk előbb, úgyhogy GG. Nyertünk. De visszalőtték! Ne! Basszus! Ezt nem hiszem, de még talán beadja döntetlent. Mondjuk az is lehet, hogy visszalövik még egyszer a dolgot, meg az is lehet, hogy még akár a Cruiser tud resetelni. Kifoglal. Ú, de jó tudott resetelni. A srác, de bele fog halni, hogy meg kell ölni ezt a Panzer 4, vagy Panzer 3 J-t. Minél előbb annál jobb. Óvatosan húzzuk azt az egeret, meg semmisítve tökéletes. Hú, van 4 kilom és mindjárt befoglalunk. Kár pedig ez jó meccs lehetett volna. Egy 1000 sebzést szívesen láttam volna ebben a meccsben. És meg volt Panzer egy szép, de nem ment vissza a bázisra resetelni. Hihetetlen. De ez nem is volt olyan rossz meccs. Másodosztály, első osztály esetleg. Nézzük, mit kapunk érte. Másodosztályt. 900 sebzés, meg 4 kill mellé. Itt aztán lehet paddolni, ami a csövön kifér. Nézzük meg egy picikét komolyabb járgányt ebben a játékban, a Leopard 1-est. Kíváncsi vagyok, hogy mitől a gyakorlatban ez a tank. Illetve tényleg azt akartam nektek mondani, ezt most gyorsan ilyen kis fun fact érdekességképpen megmutatom, hogy van nekem egy vézém, egy 10-es szintű vézém, és annál nem működik egy képesség, konkrétan a helyzetfelismerés. Rájön valaki, hogy miért? Miért nem működik ez a képesség ennél a tagnál? Ez ilyen beugratós kérdés. Ezért kellett volna, basszus! Erre kellett volna valami kvízes nyereményjátékot kiírni. Mert szerintem ezt sokan nem tudják. Vagy legalábbis vannak olyanok, akik nem tudják ezt a dolgot. Na, elmondom nektek, hogy ne üljetek itt tétlenül. A lényeg, hogy ez a 113-as legénységen volt, és a 113-asban a töltő, ha jól tudom, akkor a rádiós is. És azért kapta meg ezt a képességet, viszont a vézében a töltős nem rádiós. Nem volt korábban rádiós, Úgy van, hogy a 113-ban töltős és rádiós is egyben a töltős. De a vézében már nem. És emiatt van ilyen képessége, és emiatt ezt itt vissza is kell állítanunk. Jelen pillanatban 200 aranyért. Mert a parancsnok a rádiós, az lehetséges amúgy. Bajtások kell nekünk, egy biztonságos elhelyezés, egy javítás, és mi legyen? Mars kedvence a tűzoltás. Legyen tűzoltás, why not. Ebben a tankokban szinte soha nem használok prémium kaját, de mindegy. Talán egy álcázás jobb lenne, de nem fontos. Never mind. Ez van itt még egy rossz képesség a vezetőnél. Én szerintem ezt az irányított ütközést annyira nem szeretném magaménak tudni, úgyhogy változtatunk ezen egy picikét. Bajtások az elsődleges, egy sima utazás mindenféleképpen kell nekem, 100%-on egy javítás is kell nekem, illetve talán egy kuplung égető az jobb lenne, mint sem egy ilyen irányított ütközés. Nem sokszor rammolok ezzel a VZ111-essel, úgyhogy átváltoztattuk ilyenre ezeket a képességeket. Ez is sokkal jobb lesz majd a gyakorlatban. Pontosság szempontjából, illetve fordulás szempontjából is növeltem a tankomnak a paramétereim. Adrenalin roham. Jöhet majd izének, 5. skillnek akár. Vagy még talán 4. skillnek jó lett volna, nem lesz mindjárt kifejlődik, de most már mindegy. Mm.
Tolunk egy Leopard 1-es kört. Durva lehet a pali tölt, és közben rádiózik. Hát úgy tolják, gondolom, ilyen headsettel. Tol is meg rádiós közlek. Vagy ilyen, van ilyen DJ pultja, aztán egyszer tölt, egyszer pedig tolja a DJ pulton a dolgokat. Kevergeti. Hangzásokat. Tyú, full TR-10-es csata, sztyeppém. Van három páncélvadász, egy darab tüzérség, többi pedig nehéz tank, illetve közepes tank. Jó sok ilyesét, egy mouse, egy olyan szuper konvektor. Meglátjuk, mi lesz ebből a meccsből. Én megpróbálom összehozni a lehető legjobbat. Mondjuk ez a Leopard 1-es legénységem is hagy némi kivetni valót maga után. Ezeknek a skill-jein is lehetne dolgozni. Oda menjek. Jesszusom. A csapatások azt akarja, hogy menjek el a heavy-kkel oda heavyzni. Hát ott baromi jó dolgom lenne tényleg. Igazából én csak annyit akartam, hogy itt tolok egy gyors spotot, de ezt most benéztem, úgyhogy egy picit vissza akarok menni. Na, de mondjuk itt van az object is, úgyhogy lehetséges, hogy ezt a részt letoljuk. Nem tudom, mi lesz belőle. Lehet belehalunk, ki tudja. Néha megéri agresszívabbnak lenni. Hát ezt meg fogom szívni az egyszer biztos. Vagy nem? Nem jött ki az ilyesét meglepő. Úgy megállt basszus, mint hogyha nem történt volna vele. Tarts trekken? Közben engem lőj, ha lehet. Jön egy 140 is fölfelé. Nem lesz egy rossz, mert jönnek a csapattársaink is, és akkor ilyenkor rájuk tudnánk esni, vagy valami hasonló. Ez a pozíció olyan szempontból nem rossz, hogy tudom a spottal tartani az ellenséges tankokat. Ott egy 62 -el. Ez a Leopard egy pont nem arra valamire én használom. Tehát így facecheckelni meg lövéseket levenni. Ezek a 62-ek sokkal jobbak ilyen szempontból. De még talán tudom a proxyból ugye spot alatt tartani őket, és emiatt lehet jó ez a position. Meg amiatt is, hogy telibe talán egy rohadt GV arti. Aminek baromi nehéz belőni ezt a helyet, mert mindegy, nagy döntés van a dolgokban itt. Még véletlenül is az egy helyben álló heavy tankot lövi. Minek? Fölösleges. Írja a végének, hogy buffalják az IMX 40-et. És mit írják neki, hogy sziasztok, buffaljátok az IMX 40-et. Mert Patrik azt mondta. Hát nem tudom, én visszamegyek innen. Nem érzem annyira magaménak ezt a helyet. Ha itt fel tudok menni, akkor az úgy nem lenne rossz. Sőt, nagyon sőt. Rá akar esni az object, hú, erre kíváncsi leszek. Azt hiszem, hogy így konkrétan cserben hagyják a saját csapattársait. Itt az ellenség cserben hagyja a saját csapattársait. Közepes tankok szempontjából. Mehetnénk itt lesz simán, csak kevés a HP-m. Nem akarok lövéseket levenni. Ouch. Mondjuk megflankeljük az E4-est. Kivágták a vizet, panostokunkat sajnos, nagyon szép. Jó, nagy kavarodás lett itt a végén. Hatalmas nagy kavarodás. Picikét alá ment, nem tudom, eltaláltuk-e a vizét a... Vagy előtte magát az ilyesét, de szerintem még nem. Most lőtt el magát, nagyon jó. Lehetünk is leforoghatjuk a fiatalembert. Magát is megpróbálhatnánk, hogyha... Basszus, ezzel gyorsan meghalt, a jó ég. Csapatársaim jó gyorsan le kivégezték az ellenséges tankot. Az arti csak engem lőtt, ott van egy 100 HP-s Leopard, meg egy 300 HP-s ilyesét lőhet egy bombavetőt, de nem engem lő. Csak engem, senki mást. Jó bínáló
Jó bénán oldottam meg az előző két helyzetet. Habár összességében szerencsés voltam, megúsztam ezt az összecsapást. Ez a level egy nem arra való, hogy így előre menjél vele, aztán lövöldözzél. Nem igazán alkalmas erre a fajta játékra. Jó lenne vissza a parancstokot. Jó lenne visszaszerezni a parancstokot, mert nagyon kéne nekem. Csak úgy rengeteg HP van még az ellenségben. Gyerünk. Szóval ki fogok nézni, és figyeld meg, hogy az arti az egyből, a másodpercben kiszagolja, hogy itt vagyok, basszus, megérzi. Lő is majd, mint a kis angyal. Ilyesetes üreges oldala megette a hitlőszeremet. Fölösleges volt betölteni. Never mind. Stream Sniper? Lehet amúgy, ki tudja. Hú, basszus, múltkor olyan Stream Snipert fogtam, hogy öröm volt nézni. Legalábbis a saját adásomban. Fú, de egészítő volt az. Pont Párizson játszottam, Párizs pályán. És beálltam ugye oda a TD-s pozícióra a bokrok mögött, és random elkezdett lőni megállás nélkül, és trekkelt, és ott is tartott, úgyhogy nem voltam spottolva. Nincs már tüzérség, úgyhogy valamilyen szinten biztonságban vagyunk. Ha bárki tudja. Grilluci. Nincs rálátás, sajnos. Azért hiper-szuper nehéz tankokat. Jaj. Töltöttem ezt a hítet. Például annak a kupolája jó lenne. Az nagyon szerencsés volt. És kaptam is a spottot. De talán pont a határán voltam a dolgoknak. Mert a mouse-ból jó sok HP-t ki lehetne még szedni. Aj, Istenem. Bármi jobb lett volna, mint hogy megmozdítsa a tornyát, na mindegy. Mármint a mouse-ra gondolok most jelenleg. Megpróbálok vissza benni egy kicsit. Kéne lőni. Meg a Type 5-öt is lehet lőni, ahogy látom. Tökéletes. Csú, az ki fog szedni. Menj. Tulajtás sebesség OP. Vagy nem. Na menjünk még valami OP kört. Hozzunk össze valami jó kis meccset. Gondolkodok, hogy milyen tank legyen a következő. Isu 152. Kár, hogy nincs olyan tankom. Pedig jó is lehetne. De sajnos nem rendelkezek azzal a jelgen. De még egy kell a Leo egy, amit szóltok hozzá. Játszunk egy picit taktikusabban ezzel a tankkal. Menjünk a VK-val. 4500-3-mal. Hát... Nem tudom. Meglátjuk. Kipróbálhatjuk amúgy. Nem nagyon szeretek játszani azzal a tankkal, mert nem valami jó, őszintén szólva. Action XL. Azzal meg végképp nem szeretek játszani. Az a tank papíron baromi jó. Elképesztően jó tanknak kéne lenni az Action X-nek, de valamiért egyszerűen nálam nem működik úgy, ahogy kéne neki. Valami elromlott bennem, és nem tudom. Nem vagyunk összhangban az Action X-el. Artival pedig már volt kör. Majd nézzetek vissza a Votinfo YouTube csatornáján. Ugye az egész live megtekinthető újra, hogyha valakit érdekel. Itt a Twitch-en is, illetve fel lesz töltve még a Votinfo YouTube csatornájára is. Minden linket megtaláltok lent a leírásban. Tyú, az aztán várakozás idő. Hallod-e? LTG-vel? Tyú, az egy izgalmas kérés. Lehet egy LTG-t bepróbálunk. Na igen, van itt HP, meg nehéz tank bőven. Meglátjuk, mi lesz ebből. Itt amúgy rengeteg sebzést össze lehetne szedni. Rengeteget, 10k pluszt simán lehetne lőni itt. Minden gond nélkül, nincsen se tüzérség, se semmi konkrétan. Először is bepróbáljuk ezt a részt, ha pedig nagyon nem megy, akkor visszajövünk onnan. Hú, nagyon furcsa ez a matchmaking, szerintem még nem is láttam ilyet. Se TD, se Arti.
A rengeteg nehéz tank. Hihetetlen. Mi ez a sok... Mindenki nehéz tankkal játszik. Mik történnek itt? Meglátjuk, mi lesz ebből. Német bulldog? Az se rossz ötlet. Ezt akartam múlni, mindegy. Spot útak. Gyütt a spot. Nem fél át a Leo egyem. Nem lehet bemenni vele a kis kapukon. Sajnos. Megnézzük ezt a helyet hát, hogyha látunk itt valakit, akit meg lehet lőni esetleg. Itt egy tékozló fiú. Hát, hogyha egy csapattársam tudja lőni. Mondjuk egy TD esetleg, vagy Mouse, vagy Becset, bárki. Ja, nincs TD-nk tényleg. És feltolat, érted? Feltolat a csávó, de nincs gandapem hozzá. Zseniális. Itt egy object. Alsalom, ez nem megy be. Jaj, spottolat is vagyok, király. Vissza is megyünk innen akkor. T57 heavy-re is jött a spot. Arról is lepattanunk a fenegye meg. A fenegye meg. Menjünk vissza inkább innen. Az Action X milyen bátor. De rohanjuk. Na nem jön vissza amúgy élve. Vagy igen? Ezek szerint igen. Meg kell elintézni. Ouch. Elméletileg kb. Ugyanannyi idő alatt töltünk az Action X-el. Jó lett volna kiszedni ezt a tankot, de most már mindegy. Jól elment itt. Ott még el lehetett volna lőni, hogy a roncsot volt előtte. Spot pedig jött ugye. Egyből. Nem akarok visszamenni arra a helyre, az előbb próbálkoztam, talán ott a nehéz tankot meg lehet csipegetni egy kicsikét. Látom, az Action X is pont arra megy. Nem ilyen fura, hogy onnan ki tudott jönni, na mindegy. Senki nem figyelt éppen arra a részre. Meglátjuk mi, hogyha felkúszok ide megint óvatosan, szépen lassan, finoman, óvatosan. Ott az Action X-em, csak nem látunk rá még egyenlőre. Az ilyesétnek valószínűleg csak a tornya látszódik, abból is csak egy milliméter. Ja. Másiknak kicsit több is látszódott, másikból egy picit több is látszódott. Vissza, nagyon gyorsan vissza, megölnek. Megölnek itt minket csúnyán. Torony hátulja, nem. Negatív. Az átütése nem működött sajnos. Tudom, van egy badge-t, akire majd érdemes lehet figyelni, vagy vigyázni velem, mert lehet, hogy elkezd majd tározni. Nagyon gyorsan el kell húznunk onnan. Hát az be lehet lőni. El se lehet találni. Ne viccelj már. Jesszusom, mit spottolok én itt? E-százast. Ez jó volt. Vagy nem. Inkább nem. Jesszusom, itt a becsetünk. Jézusom, be lehet csúszni ide. Kilőtt a tornyomat. Meg is halt. Istenem! De mi a fene ez a játék? Mi a fene ez a meccs? Ezt nem hiszem el. Jaj. Ezt csináld meg, könyörgöm, és bejött középen egy becset és megölt. Ez aki ott volt a szélen. Ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Azt kellett volna megint csinálni, mint amit a legtöbbször, kempelni, ennyit. Ennyi kell egy csata megnyeréséhez. Leülsz a seggedre, vársz, kijön egy valaki, lősz, ennyi. Nem kell fölöslegesen előre menni, nem kell spottolgat, nem kell lövöldözni, most le fogsz pattani, vagy mellé fogsz lőni. Sokkal egyszerűbb leülni és várni, amíg az ellenfél kijön eléd. Annyira kellemetlenek az ilyen meccsek amúgy. De az vicces volt, hogy a becset konkrétan full HP-ról meglőtte magát. Csak azért, hogy engem el tudjon kapni. Na, egy LTG-s meccset azt most szívesen látnék. Hú, Erlenberg. Nézzük, melyik oldalon kezdünk, kíváncsi leszek rá. Ó,
mi vagyunk délen. Én szerintem el fogok menni bal oldalra, és ha nagyon gáz a helyzet, akkor visszajövünk onnan. Vagy megpróbálunk visszajönni onnan. A múltkor is az volt ezen a pályán, nem tudom, hogy... Ja nem, azt nem live-ban volt, de... Az volt, hogy aki éjszakon kezdett, eljött pont erre. Aki pedig délen, az pedig átjött itt. Az nem nagyon jellemző erre a pályára. Kíváncsi vagyok, hogy most mi fog történni. Meglátjuk. Az LTG elég mókástalan, hogy legalábbis nekem tetszik. Érdekessége, hogy szokott pattintani a lövéseket, ami meglepő. Olyan tekintetben, hogy baromi furcsán néz ki maga a tank. Torny oldalával előszedettel pattogtat lövéseket lefelé. Hali srácok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy jöttetek. Kellemes estét és jó szórakozást kívánok mindenkinek. 7-es szintű felderítő tankkal fogunk most játszani az LTG-vel. Ami nem LGT, ami ez ennek amúgy. Már nem ez egy tank. Jó sokan jöttek errefelé, és úgyhogy lesz itt csihi-puhi, kis csetepaté. Ennek a tagnak az egyik legnagyobb hátránya az, hogy szinte semmi látótávolsága sincsen, még így periszkóppal sem. Úgyhogy valami látótávolságnövelő képességet mindenféleképpen rá kell aggatni későbbiekben. Az úgy egyáltalán nem ártana rá. P4, hát tökéletes célpont számunkra. 188-as sebzés benne is van, király. Még a keresztpótot is kaphatunk itt, kaphatnánk, hogyha nem halna meg a cruiserünk. Most próbálkozok valami spottal itt, de nem egyszerű a dolog. Szép lövés volt, vagy nem. Inkább nem. Azt a rudit el lehet lőni amúgy. Ha ügyes az ember. Hát nem voltam elég ügyes most sajnos. Azok gondolkozok, hogy legyek egy kicsit agresszív, de nem akarok még meghalni, úgyhogy várunk egy picit, tanultunk az előző csatából, nem rohanunk előre, várunk egy kicsit. Itt most jó a pozíciónk. A Rudit, ha spottolom, vagy spottolják, akkor lehet lőni, mert lehet róla pattanni. Emlékeztem, hogy nincs ilyen erős tornypáncél annak a tanknak, nem mindegy. Rámehetnénk, szerintem nagyon menekült az a Rudi, tehát nem hiszem, hogy olyan sok tank van ott még. Aztán majd meglátjuk. Nem kell APCR. Az IKV-t elkapjuk, nagyon lassan töltem úgy. Simán be tudjuk majd keríteni, sőt még akár az ART is elkaphatnánk. Itt még egy T-76-on. Vagy T-67 van fent. 76 az más. Egy picikét másfajta tank. Hello, és viszlát. Az szép volt. Na. Nagyon jó. Csak összejött az a dolog. Érdekes volt ez a játék, az egyszer biztos. IKV van a T29-es, AMX meg a PZ. Gyönyörű szép volt Hummer, gratulálok hozzá. Viszont keveset sebzett amúgy. Még egy spotkört talán gyorsan tudok tolni a csapatomnak itt középen. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Vagy akár keppel csalogathatnánk is az ellenséget. A bázisnak a foglalásával, hogy akkor muszáj jönniük. De lehetséges is, hogy nem jönnének ki. Olyankor. Az a stug nem lett itt, hogy ne vissza, az egy elég OP. Táras ágyú, 75 mm-es. Egészen szépen bekerítettük őket itt, ahogy látom. Itt aztán lesz darálás. Stug nagyon jön amúgy. Meglátjuk, mi lesz ebből a helyeket, meg fogja ölni. Repesszelőt is szépet amúgy a stug. De most viszont én megölöm. A T-29-es az pedig nagyon előre nyomult, nem baj, őt is levadászhatjuk majd a későbbiekben. Meg a 13-75-öt kéne elintézni, minél előbb annál jobb. Bemegyek mögéjük, szerintem arra nem számítanak, hogy mondjuk felmegyek arra a dombra, vagy arra a hegyre. Talán nem számítanak rá, ki tudja. Meglátjuk.
kis távolságot nyerünk velük, egy kis távolságot nyerek velük szemben, hogy ne spottoljanak ki. Habár mondjuk ez lehet, hogy hülyeség volt. Ja, az nagy hülyeség volt, a dombok miatt nincs rálátás, és emiatt buktam az egész sebzést, na mindegy. Megölik, nem érdekel, végig meg nyugodtan azt a 13.9 vagy 13.5-öst. Én pedig meg tudom elkapni a izét, a T29-et. Azt hiszem meg, hogy mit írt az az emberke. Az előbb a chatre. Jó sok HP van még abban a T29-esben. De ez a pályán van olyan lehetőség, hogy tartjuk tőle a távolságot. Ha bent volt a városban, akkor nehéz lesz onnan kiszedni. De majd csak itt állunk valamit. Talán meg itt el is tudom lőni, hogyha ügyes vagyok. Megnézzük. Nem, nem tudom ellőni sajnos. Akkor menjünk egy picit közelebb. Próbálok spot körön kívül maradni. Na? Nem, Jézusom, mik sebeznek bele ennyit? Gondolom a KV3. Még reménykedtem benne, hogy lesz esetleg egy olyan 6-700 sebzésem abból a T29-ből, de nem lett. És semmelyik másik tamból nem lett, basszus, mert nagyon óvatoskodtam meg én. És ez a két véglet, érted? Ez a két véglet van. Egy picikét is bemész, egyből meghalsz, pedig óvatoskodsz, lemaradsz mindenről. Lemaradsz, mint a borra való. Ez néha annyira frusztráló tud lenni. Most is csak egy picikét kellett volna agresszívnak lenni, és bőven lett volna még. Sebzi. Na nem baj, így jártunk most. Leo 1-jel még egy kör. Ugye egy OP-p kör. Túl sok lesz most a Leo 1 mára. Milyen tankérés volt? Még a VK-val volt kérés, meg a protóra. Tényleg a protóval most szívesen játszanék. T28 protós kör, az most jól jönne nekem. Levezető meccs a protóra. Szerintem szépen lassan ennyi volt a mai adásunk, fiúk, lányok, mert 10 óra van, aztán én is mennék haza. Még egy óra, mire innen hazaérek. Ugye a protóval lesz most az utolsó kör. És ne aggódjatok, lesz még ilyen live. Lesz majd még tankkérés is, meg lesz még szakaszjáték is szerintem, és reméljük, hogy másot is sikerül majd invitálni. Remélem eventkor lesz az IMX 1357F. Michael, az nagyon jó tank. Vagy Mitchell, bocsánat. Az egy baromi jó kis tank, azt én is meg akarom venni majd. Nagyon gyorsan táraz amúgy. Elképesztően gyorsan. Ha AVK-be megy spottolni, azt mondtál, megnézzük, milyen spottot fog tolni. Meglássuk. Miféle spotra képes az az úriember. Nagyon szép a spot amúgy. Ilyesatos, tökéletesen lehet lőni. Aj, de ne csesz fel a játék, léci. Kérlek szépen. Könyörgöm. Az IKV-n kiletébe került ez a dolog, sajnos. Mindegy. Nem fontos, egyet legalább lőhetünk volna az IS-6-ba, de a Lánztalp megette sajnos. A Lánztalp mind megette. Spottonak folyamatosan való összeg van, ment valami... Oké, bocsánat. Inizist. Felsőmezőt bevágta a T-30-as. Valahol ott állt fölül amúgy ezen a részen. Elég kellemetlen a dolog, a helyzet. Megyünk még egy csatát, tehát ilyen csatában nem fogom lezárni ezt a meccset. Vagy ezt a live-ot. Még egy jó csatát. Ez legyen a íze a mottónk mára. Saját live-aimnál is szokott lenni, hogy még egy jó csatát, aztán egyszer csak összejön. Most tudom, milyen tankkal a Type 5-tel menjünk egy kört. Trollkodjunk egy kicsikét. Legyen a jó reg Type 5-ös.
Meglátjuk, mi lesz ebből a meccsből. Jó, megint jó sokat fogunk várni, gondolom, TL10-es játékra. Nem tudom, abban szerintem, hogy mit kellett volna másképpen csinálni. Talán maradtunk volna fönt, de megöltek volna fönt is amúgy. Legalábbis szerintem. T30-tól akkorát kaptam, hogy majdnem nullat fogtam konkrétan. Pedig jó volt a leosztás, meg jó volt minden, de... Már amikor az IS-6-osnak az oldalán elnyelt a lövést, akkor éreztem, hogy nem lesz valami rendben ezzel a meccsel. Tjú, az kemény. Meg jó sok a nehéz tank. Nagyon sok nehéz tank van TR10-ben, ahogy látom, mindenki ezekkel tolja. Van valami event, vagy az eventre készülnek, vagy mit csinálnak ők? Elmenjünk ugye a szokásos heavy pozícióra, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Megpróbáljuk kihozni a legtöbbet ebből a meccsből. Trollágyúval nem lesz ott nehéz boldogulni. És ahogy látom az ellenségnek, de van nekik is type-et heavy-jük, azt hittem, hogy nincsen, de van. Vézéjük is van, meg T50-t heavy-jük is. Nekünk is van. Sőt, nekünk egyel több vézénk van. Nem olyan rég vettem meg ezt a Type-ot, de nagyon megtetszett amúgy. Ez a 16 másodperces újratöltés, ez brutális. 15,82-es, és ezt lehet még lejjebb vinni, ugye? Azokkal a szuperszónikus, mondjad már, fogyócikkekkel. Ugye a jobb töltés gyorsítóval, meg a kötvényes dolgokkal. Gondolom a March of Nations-ben versenyeznek kemény egy nap prémiumért. De vannak ott még izék is, credit boosterek, az elég fontos. A credit booster az jó cucc szerintem. Jó sokat lehet vele farmolni. Hú, patton az már kapja az évet, ahogy látom, de nem baj. Vagy legalábbis neki baj. Egyelőre jól vagyok. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fogják tudni penetrálni ezt a tankot szemből. Mondjuk a Super Conkik, hogyha betöltik az APC-et, biztos, 50 mi betölt az APC-et, biztos. Az IS hit, az nem egyszerűen S100 betölti a hitet, akkor szinte 100%. Meglátjuk, mi lesz ebből. És ha látom, akkor a Super Conk vanorulók nem jöttek be ide. És szerintem a többi heavy tank is nagyon jött be ide. Nagyon furcsa nekem ez a meccs. Egy darab IS-5-es van itt valahol. Meglátjuk őket majd visszalőni. Magat a Type. Az érdekes lesz. Úgy csinálkozik, hogy nem lennék itt, és lehet, hogy kirohannak az IS-7-re. És megbírjuk őket lőni. Az jó lenne amúgy. Nem akarok kitámadni innen, de lehet, hogy azt kell csinálni, mert megnyerik ezt a meccset. Olyan megjönnek hátulra, baszki. Mi az? Vagy bocsánat, basszus kulcs. Az objektet jó lenne. Picikét jobb belátásra téríteni. Jó, hogy nem mentem ki, különben ezek bekerítettek volna itt minket. Annak a motorterét szerintem be lehet lőni, hogyha ügyes vagyok. Most a T-57 heavy ki fogja tározni és megöli. Remélhetőleg, nagyon szép. Helycserés támadást töltött hölgyeim és én rámegyek azokra a Super Cogwell-okra meg az E5-ösökre. Furcsa volt ez a játék. Mindegy, és láttam, még nem tudom, mit szeretett volna az ellenség az objektel meg a barátaival. Oh, hello. Nem kellett volna nyomni javítót, ez ilyen pánik javítás volt kb. $4.95 konkrétan, plusz track. Ezekre ráismertünk amúgy, a sép sincsem. Legalábbis remélem, hogy a sép sincsem. Ja, már jön a becset és befejezi azt is. Furcsa volt ez a meccs amúgy. Annyira nem élveztem.
Mondjuk van itt még HP, amit lehet egy kicsikét dolgozni. Meg a T-50 heavy-t meglőhetjük esetleg. Szerintem már a gyorsabb a becset be fogja porszívózni az összes sebzést. Na, mi meglátjuk. Nincs látás a T-50 heavy-re. Az Artig még a saját becsetünket is tanulta a biztonság kedvéért. Nem lesz belőle semmi. Kár érte. Még egy kört akarok menni, mert ez megint olyan volt, hogy ilyen... ilyen nyeh. Még egy utcsó kört. Utolsó jó kört. Még kötvényt is kaptunk érte, szuper. Na de milyen tankkal menjünk egy jó kört? Én szerintem egy izével egy TVP-vel fogok most menni. Rég játszottam ezzel a tankkal. Live-ban is, meg úgy összességében pedig nagyon szerettem ezt a tankot. A baromi gyors újratöltése miatt. Meg az elképesztő burst damage miatt, amit kibír adni. Jól tudom, 1280 átlagsebzést lehet vele kitolni. 4,5 másodperc alatt, ami nagyon, nagyon-nagyon durva. Meglátjuk, mi lesz ebből. Kíváncsi ezek, hogy megint egy ilyen heavy tankos leosztást kapok-e, vagy sem. Há, nem, most nem. Most vannak TD-k is bőven. És szintén TR-10 a játszóterünk helyszíne. Vagy legalábbis a TR-je. Pontosabban. Jó, Arktikus régióban fogunk játszani. Gondolkodok, hogy hol menjek ezen a pályán, de szerintem el fogok menni a, erre a részre ide. Ebbe a B4-B5-ös szektorba. És onnan a bokorból fogok egy picit lövöldözni, aztán pedig majd meglátjuk, hogy mik történnek. Kíváncsiak mondjuk a Sheridan, illetve az ellenséges TP hova fog menni, hogy esetleg a becsét. Mert a középre, akkor onnan szépen meg lehet őket szedni. És az a burst damage, amit lebír adni, ez a TVP az brutális, majd láthatjátok, hogy sikerül egy jó kis tárat kitolni. Hú, jön már a becset, jön már a becset. Jó lesz az. Kinézett felől szépen ki lehet majd tározni. Akár trekken is tudjuk tartani, hogyha rálátunk a trekkjére. Elég pontos és jól szűkül ennek a tanknak az ágyúja. Hát, nem jött össze. Hát ez se jött össze sajnos. Baszki, de rossz volt ez. Ezt nem hiszem el komolyan. Na, ez már mindjárt jobb tár volt. Ott egy becset. Felmegyek oda, és nem tudom kitározni innen. Úgyhogy ez elég veszélyes pozíció, mert arra részre, ahol a TVPK-nak be lehet lőni ezt a részt. A patton pedig spottolt. Jaja. Jött is a spot. Megvárjuk, még szépen leesik. Jó, nem merek kinézni. Azt gondolkozok, hogy kitoljak egy tárat random. Oda arra a részre. Vissza is megyek innen. Ketté bőven elég volt. Vagy rámenjünk esetleg a pattonra. Az egy picit érdekes megmozdulás, nem mondjuk van még HP-m. Nem tudom. Nem ölöm meg egy tárból amúgy a pattont, meg megöl. Mondjuk most talán megölném.
Hú. Sheridant kiszedjük. Megpróbálom. Erre van itt szó. Betálalozzuk, aztán pedig rámegyek a pattóra. Vagy a izére rámegyünk hátulról, csak az a baj, hogy becsüt is ott van. Akkor az meg fog halni, nagyon gyorsan. Pillanatokon belül meg fog halni. Azt megpróbálhatnánk. Ez a becset jó hülye helyen volt, meglőhettük volna. Vagy valahogy ki kéne tárazni, és el kéne menni innen amúgy. Á, ez nem volt jó. Nagyon-nagyon nem volt jó az így. Ebből a nemi tévéből nagyon kevés látszódik ki. Áttolták a helyvis részt, úgyhogy vissza kéne menni. Legalábbis szerintem. Előrészre jól lehet lövöldözni amúgy. Ez a csillagromlót jól lenne megölni. Jesszus úristen, kezdek félni egy kicsikét. Ezt nem hiszem el. Ezt nagyon megszívtam. Becset miatt. Kapjuk előről és hátulról is az ívet. Nem kellett volna rátölteném úgy arra a hittára, és simán megölhettem volna az FV-t. És még maradt volna a WZ-be is lövésem. Igaz, hogy töltöttem volna utána, viszont a becsettel lehetne szórakozni, vagy lehetett volna szórakozni ilyenkor. Akkor ez nem sokan múlott. Konkrétan nagyon kevesen. Jaj. Még egy csata. Annak az elején jól elcsesztem az elejét amúgy. Az ilyen lövésekkel, meg hasonlókkal. De mondjuk nevetséges volt, hogy milyen lövéseket nem adott be a játék. Fura rá voltam szűkövő, és lőtt el a fenébe mindig. Eljött, nem. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki, mit tud ez a tank. Hát, hogyha összehozunk vele egy jó csatát végre. Múltkodásban egészen jó meccset mentünk vele. Megint jó sok heavy tank, jó rek Himmelsdorf. Fos 155 meg az a grille, az kicsit kellemetlen nekem, de nem baj. Azt akarom most csinálni, hogy felmegyek a hegyre. És onnan lövöldözünk majd a kicsikét. Hány skill-es a legénység? Az 50-emben talán 5. Ha jól emlékszem. Jó régi legénység az is. Nem egy csatát megjártak már az urak. Milyen tank mehet fel a hegyre? ActionX valószínűleg a Patton, 907, TVP, talán a grillék, mondjuk az nem biztos, meg az AMX 105-ös. A Patton grille lent van. Másik grille is lent van, a 907 is lent van, lehet, hogy át kéne tolni majd a hegyet. TVP is lent van, ez a hegy az át lesz tolva, most meglátjuk, hogy kik jönnek, de mouse fejlődik, de basszus, ez nem lenne jó nekünk. Át kéne tolni majd ezt a részt, mert tank előnyünk lesz, már most látom. Maximum az AMX az, ami tud ide jönni. Az AMX nagyon agresszív is, egyet lőtt. Le kéne trekkelni, amúgy kettőt lőtt. Hármat lőtt és beszorult a sarokba. Ó, ne, basszus.
Ne. Ez nagyon rossz ötlet volt amúgy. Istenem, nem figyelek megint amúgy. Egyáltalán nem figyelek a dolgokra. És rámentem az AMX-et, miért nem értem egyszer magamat. Teljesen feleslegesen vettem le 1400 sebzést. Teljesen feleslegesen, de csak annyit kellett volna, hogy sem megnyomod a W-t vagy az S betűt és visszamész onnan. Nem maradsz kint feleslegesen. Azt akartam, hogy lerambolom úgy az AMX-et, mert az úgy vicces lett volna. Hát ez a hajó már elment. Hú, szerencsém volt egy kicsikét, de nem megyek ki rá. Hadd menjen el inkább. Az is az ilyesét kiszedte, az szép volt. Az E3 meg ránk fordult. Nem, csak... Úgy igen, nem tudom. Segítek az ActionX-nek, csak a tornyom nem túl erős. Fossa meg nem lenne jó szórakozni, úgy tegye ezt százas elóka. A vizet be lehet lőni amúgy, a tetején van egy ilyen kis csík, azt be lehet lőni amúgy. Akár hitlőszer nélkül is. Ott az E3 amúgy. Ó, jaj. Hát itt van baj. Ezt nem hiszem el. A lehető legrosszabb lőszermenedzsment ismételtem. Fos meg fog ölni átúról, tökéletes meccs volt ez. És na jó srácok, szerintem ennyi volt a mai adás, mert örökké itt lesztek. Ez a meccs is olyan volt, hogy így nem tudom, eladtuk a kezdetétnél. Azt hittem, hogy előnyben leszünk a hegyen, de nem voltunk előnyben, mert igazából feljöttek a tankok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Aztán tartsak velünk legközelebb, pénteken találkozunk. És ha minden igaz, összehozok valami OP-ságot. Jó éjszakát kívánok! Sziasztok!